Jó, köszönöm az a kényelm és uraim, Isten azt a figyelmeteket, Szabó László vagyok, Pécsről érkeztem. Előadásom címe, Mani 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 Maszki Fani, biztos ismeri sokaknak. Picikét tárolatban. Igen. Az Abba Együttes világhírű számában, ugye ez a szöveg olvasható, úgy folytatódik, In the rich man's world, vagyis a gazdag emberek világában a pénzt tesz boldoggá. Mivel nagyon rövid a rendelkezés álló idő, ezért megpróbáltam ragaszkodni a diasorozathoz. Ugye, ha valaki utazott már repülőn, a stewardessek mindig úgy kezdik a mondatot, amikor valamit végre akarnak hajtatni az utasokkal, hogy your safety and comfort, az önök biztonsága és kényelme érdekében. Ami megdöbbentő, hogy nem is a biztonságunk, sokkal inkább a kényelmünk érdekében játszik önnedséggel odadobom önnen. Digitális világuralom, a digitális jegybankpénz, az időfaktor fontossága, életvitel, pénzelvitel, lejáratták az időt, utott az utolsó órán, és állandó, még pontosabban állandósított szegénység, erről szólna ez az előadás, remélem, hogy minden bele fog férni. Amire nagyon szeretném fölhívni, nyomatékosan szeretném fölhívni az önök figyelmét, hogy történelmi időket élünk. Ez persze nekünk furcsa, mert mi az iskolai tanulmányainkban a történelem könyvek lapjain olvastunk erről, hogy történelmi időt, pedig az emberiség író történelmében még soha nem volt olyan kor, hogy az éppen regnáló államhatalom mindent tudjon, mindent tudhasson, és ez nagyon fontos, valós időben az összes alatt valójából. A szóhasználatom szándékosan nem situált vagy polgárt mondtam, itt alatt való mindenki, legalábbis annak tekintik őket. Két példát, Kínát és a kanadai kamionos sofőröket hoztam föl példaként, ugye Kínában a telefonon egy gombnyomással megváltoztatták a Covid státuszukat, nem léphettek ki a lakásból. A kanadai kamion sofőrök esetében még azoknak is zárolták a számláját, akik élelmiszert vittek a kamionosoknak. Kedvenc közgondászom Pogácsa Zoltán idézett tőle, aki aggódik a készpénz kivezetése miatt, az nem ebben a világban él, hiszen az okostelefonoknak köszönhetően amúgy is tudnak rólunk mindent. Egy dolog tudni valamit, és másik dolog cselekedni, beavatkozni, mondjuk éppen egy regnáló államhatalom részéről. A kettő nem ugyanaz. A készpénz megszüntetése sokak számára pusztán kényelmi vagy pénzügyi technikai kérdést jelent, ezért is gondoltam arra, hogy mindenképpen meg kell csinálnom ezt az előadást. Na nézzük ezt a úgynevezett digitális jegypénzt. A jegybank által kibocsátott, tehát a jegybankkal szembeni követelés megtestesítő, csak elektronikus formában tárolható és felhasználható digitális pénz. A központi bank garantálja az értékállóságát, törvényes fizetési eszköz a meglévő hivatalos pénz értékeiben kifejezve. Amire szeretném nagyon nyomatékosan fölhívni a figyelmüket, ez a pénzügyi termék ez nem azonos azzal az elektronikus számlapénzzel, ami az önök bankszámláján van. Óriási különbség van a kettő között. Amit fontos megjegyezni, hogy a készpénznek az összes funkciójával rendelkezik. És nagyon fontos tisztázni, mit jelent az, hogy törvényes fizetőeszköz. Olyan pénzbankjegy vagy pénzérme, amit a gazdaság szereplőinek az állam törvényei alapján kötelezően fogadni áru vagy szolgáltatás vagy tartozás ellenértékének. Ami nagyon lényeges, hogy ez nem közgazdaság, ez jogi kategória, hölgyeim és uraim, az azt jelenti, hogy az állam behajthatja, vagy kierőszakolhatja ennek a pénznek az elfogadását, mondjuk az erőszak monopóliumának következően abban az esetben is, ha mondjuk ez az adott valuta, ami jelen esetben ugye a forint a törvényes fizető eszköz, mondjuk nagyon sokat veszít az értékéből. Most éppen a napokban ugye megint alulról kaparáztuk a 400 forintot. Központi adatbázison keresztül működtetik, mindenféle informatikai, egyéb más védelem ellátott, egyedileg azonosítható a valódi készpénzhez hasonlóan, és teljesíti a három fő funkcióját a készpénznek, csereeszköz, elszámolási egység és felhalmozási eszköz funkciókat is, ugye a pénz, nem más, mint a gazdasági folyamatok közvetítő, közegéű szolgáló jel. Már elkezdték ennek a bevezetését vagy tesztelését, Kína, Svédország, különböző országok, több mint 120 ország 2023-ban már elkezdte, természetesen United Stupidék, Európai Központi Bank és Egyesült Királyság. De ami a számunkra legfontosabb, hogy a Magyar Nemzeti Bank is csatlakozott ennek a rendszernek a tanulmányozásához.
csomagolás mindig tökéletesen, erre nagyon nyomatékkal szeretném fölhívni a figyelmüket, ugyanis a beltetés, az indoklás az most is tökéletes. Ráadásul a digitális jegybank pénz rendelkezik valami olyasmivel, pluszban, amivel a valódi készpénz nem, programozható, azaz lejáratossá tehető. Ennek a későbbiekben még igen nagy jelentősége lesz. Ugye itt különböző indoklások vannak, hoztam is egy példát, mondjuk a kormány azt mondja, hogy karácsonyra való tekintettel élénkíti a gazdaságot, és szétszór fruti helyett úgynevezett helikopter pénzt, amit lejáratossá tesz, és azt mondja, hogy december 24-18-án vannak nyitva az üzletek, addig el kell, hogy költsd a pénzt. Ha ezt nem teszed meg, akkor eltűnik a számlától. Hát én nekem a libatömés jutott eszembe róla, itt nem csak ösztönöznek, egyenesen köteleznek arra, hogy fogyasz. Azért ebben nem tudom, belegondoltunk egy hirtelen, ez egy ördögi dolog, hiszen ha nem fogyasztasz, akkor a saját érdekeid ellen cselekszel. Hiszen a határidő után eltűnik a pénz. Ha önök ma részt vesznek egy olyan rendezvényen, amely mondjuk az éppen regnáló államhatalom számára nem szimpatikus, utána minden további nélkül oda mehetnek egy bankautomatához, és kivehetnek belőle pénzt. Ez az egyik aljassága az elektronikus pénznek, illetve a készpénz használat megszüntetésének, hogy az életvitelünkhöz hozzá kapcsolhatják azt, hogy rendelkezünk-e teljes mértékben a pénzünkkel. Ezért megint azért nem ártana elmondani egy picit, de még inkább nagyon. Ugye, ha például nem a megfelelő módon élsz, mondjuk nem az elvárt politikai tömegülésre szavazó, nem szimpatizálsz az éppen jelenleg regnáló államhatalommal, és ennek mondjuk a nagy nyilvánosság előtt valamelyik közösségi média felülete hangot is adsz, vagy olyan értékrendet képviselsz, mondjuk szkíta vagy, ugyanis az MTA nem ismeri el, ami kilóg a vásárlók rendezett szövetéből, ahogy szoktam mondani, egyetlen gondnyomás, és nem férsz hozzá a pénzedhez. Aztán, nem tudom, Szilvió Gezel neve ismerőse, itt a forrás biztosított pénz adja. Ha most ő... Na most ő ugye azt csinálta, hogy a kamatos kamat helyett elkezdte értéktelenítani időhöz kötve a pénzt, ezért értékmegőrző bélyeget vásárolhatta, amivel visszakaptad a pénzed eredeti értékét, de tehetél egy még jobb dolgot, beforgathattad a reálgazdaságba. Na itt ezt a lehetőséget is elveszik tőlünk, hiszen nem lesz készpénz, nem mondhatjuk azt, hogy köszönjük szépen, nem kérjük a továbbiakban ide a pénzemet, majd én gazdálkodhatok vele, hanem azt fogják mondani, hogy hát uram, semmi madár, rakjuk egy másik bankba, ahol ugyanez lesz a metodika. Ma még, ezt becsüljék meg, az életvitelünk nincsen közvetlen kapcsolatban azzal, hogy hogyan rendelkezünk a pénzünkkel. Ugye pénzügyi stabilitás, kivéti az infláció, stb. Ezek csodálatos, ez a beltetés, a piacíme és a beltetés. Illetve van egy olyan funkciója, amit nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben fognak használni. Ez a pénzügyi termék ugyanis lehetővé teszi, hogy ne legyen szükség bankra. Ezt Indiában már elkezdték, ugye itt a Paytm nevű elektronikus fizetési rendszert már használják, de azért nem mindenhol. Hiszen a bankszektor az a profit érdeke, azt pedig nem fogják megcsinálni, hogy az egész világon ne legyen szükség bankra. Ugye biztos önök is hallották már, hogy a Magyar Nemzeti Bank mindenkitől független, ezt mint erény szokták mondani. Na most azért az emberben óvatatlanul fölmerül a kérdés, hogy akkor mitől magyar, meg mitől nemzeti a Magyar Nemzeti Bank. Ugye két dolog történhet, hogy vagy a központi bank, vagy a Fed, vagy valamelyik ugye Bázeli Nemzetközi Fizetések bankja fogja előírni nekünk, hogy hogyan éljünk, vagy pedig az állam saját hatáskörben vonja majd a Nemzeti Bankot. Nagyon fontos kérdések ennek kapcsán, fel is kell tennünk őket, kinek van szüksége egy ilyen társadalmi és gazdasági berendezkedésre. Ki akar egy ilyen extrém diktatórikus világban élni? Kinek az érdekeit szolgálja mindez, mert az emberiségét egész biztosan nem. No már most, ha egy autokratikus vagy diktatórikus jegyeket felvonultató államhatalom esetében nagyon könnyen előfordulhat az, mondjuk ilyen például Kína, hogy a
rendszeres hadi javadalmazásokat is lejáratossá teszik. És itt szeretném felhívni mindenki figyelmét, illetve emlékeztetni mindenkit arra, hogy a Magyarország nevű lokalitásban most már húzamosabb ideje rendkívüli helyzetre való tekintettel, ugye rendeleti kormányzás van érvényben. Éjfélkor, ha esetleg valaki fölapozza a közlönyt, meglepetések érheti. És ugye még egy erkölcsi morális kérdést is feszegetünk ebben a pillanatban. Ez nyílcidi lopás tulajdonképpen, mert azért megdolgoztunk az egy állítólag adózott jövedelem. De még egyszer mondom, ez reális veszély, főleg ilyen társadalmi berendezkedések esetében. Na most ez beláthatatlan következményekkel jár. Fennáll a veszélye annak, hogy a jövőben nem tudsz, mert nem hagynak rá elég időt, megtakarítani, nem fogsz tudni gyarapodni. És ez ugye az alacsony javadalmazással bíró országok esetében fokozottan fennálló veszély. Magyarország ilyen. Vidék Magyarországon 5-600 eurós bérek vannak. Hogy miről is, milyen is ez a fenyegetés valójában, egy Eurostatos adatot hoztam ide önöknek. 2021-ben a magyar lakosság 74%-a, tehát a 1% hiány a 3/4-e, az úgynevezett Európai Uniós szegénységi szint alatt él. 2022-ben egy évvel később ez már 78% volt. Tehát egy év alatt 4%-kal nőtt az Európai Unió szinten szegények számító honfitársaink száma. Én amit utoljára találtam adat, az Európai Unió szegénységi szint 940 euró. Tehát aki nem kap havonta ilyen ennyi javadalmazást, az unió szinten szegénynek számít. Ahogy én szoktam mondani, kiröhög a német takarítónő. Képzeljék el azt a helyzetet, hogy oda mennek egy franciához vagy egy olaszhoz, és azt mondják, hogy hát papa, 5-600 euróból kéne megélned egy hónapban. Érdekes, nem? Ami nagyon fontos, hogy az intézményesített oktatási rendszerünkben már az életpálya elején elkezdik a tudatos átnevelést, ennek a furcsa eszköze a diákhitel. Ugyanis ezzel a diákoknak azt üzenik, hogy ne aggódj az eladósodás miatt, hiszen az az élet szerves vele járója. Ez nem igaz, ez egy nagy hazugság. Klaus Schwab, és megint a csomagolásra hívom fel a figyelmet. Nem lesz semmi, de boldog leszel. Most ez Szent Ferenc életideálja, hölgyeim és uraim. Tehát ez egy csodálatos életideál. De ha benézzük a függöny mögé, hol a hiba a Schwab tézisében? Azért legyél szegény, hogy minden egy kis csoportja legyen. Emellett ne csak szegény légy, hanem kiszolgáltatott is. Azért, hogy állandóan elektronikus ellenőrzés alatt. Valós időben a regnáló államhatalom, és most már nem csak ők, hanem legelső sorban is multinacionális informatikai cégek birtokában vannak ezeknek az adatoknak. Ez, hölgyeim és uraim, a digitális világ diktatúra. Barátod a Google, ugye? Megint a csomagolás az, amire nagyon szeretném őrizni mindenkinek a figyelmét. És arra szeretném kérni önöket, ha majd hazamennek, nem látom itt a legfontosabb szereplőket, a fiatalokat. Én a tevékenységemben, a könyveimmel a fiatalokat próbálom megszólítani, nélkülük nem fog menni. Ővék a jövő. Ha nem tudjuk átadni neki azt a tudás és ismeretanyagot, de legfőképpen inkább a bölcsességet és a világszemléletet, amit az őseinktől kaptunk, ami csak saját magunkra, sajátosan csak ránk jellemző, nem 100 év múlva lehet, hogy nem fognak itt magyarul beszélni. Fiatalok. Meg kell tudni szólítani a fiatalokat. Sokan azt mondják, hogy ez az új kommunizmus. Chestertontól egy nagyon gondolkodható idézetet hoztam. Úgy oda vagyunk a kommunizmus veszélyével, holott 2000 éve itt van velünk, és még nem okozott gondot. Igen, a szerzetes rendek kommunisztikus intézmények voltak, kommunistábbak voltak, mint az úgynevezett szocialista társadalom. Csak a közösségnek volt vagyona, az egyéneknek nem. Nem a kommunisztikus elvek okozták a múlt század borzalmait, hanem a proletár forradalom, a proletár diktatúra, ha úgy tetszik a marxista elvek, készen kommunizálás az elmúlt osztályok tiltásának a meghirdetése. Nem tudom, föltűnt-e önöknek, hogy az államszocializmusból az egyik gyökértelen gazt a kommunisták adták át a liberálisoknak, a világpolgároknak, a másik gyökértelen gaztnak a stafétabotot. Megint ezen el kéne gondolkodunk egy picinség. Tehát azokban az országokban, ahol alacsony a javadalmazás, Magyarország egy ilyen ország, láttuk, autoritárián jó a politikai berendezkedés, és vagy a hagyományos úgynevezett parlamenti demokráciát erőteljesen korlátozó, vagy azt felülírjuk kéziveződés egyéb
kutatja a napi operatív hatalomgyakorlás. Elmutattam a rendeleti helyzeten alapuló kormányzást. Programozhatóság és a lejáratosság, azaz a pénzzel kötésének időhöz való kötése, megnehezítheti, vagy egyenesen ellehetetlenítheti az alapvető létszükségletekhez való hozzájárulást. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb értékű úgynevezett tartós fogyasztási cikkeket innentől kezdve mindenki már csak eladósítva fogja tudni megvásárolni, hiszen nem adnak majd elég időt arra, hogy összespóroljuk az árát. Tehát mindenki hitelt kell, hogy fölvegyen majd, mert nem lesz készpénz, illetve nem adnak elég időt arra, hogy összespóroljon. A két legfontosabb Magyarországnak, a két legfontosabb ilyen jellegű vagyontár, a saját tulajdonú ingatlan és a saját tulajdonú autó. Az autónak később jelentősége lesz még, elképesztő párhuzamokat mutat. Várkonyi Gábor autóipari szakértő mondta ki Magyarországon először, és én azóta sem hallottam senkitől, hogy itt tulajdonképpen ugye biztos önök is hallották, hogy megy a nagy vita, hogy belső égésű motor legyen, vagy villanyautós. Igen, legyen a nem ez a lényeg, hanem ne lehessen saját tulajdonú autót. És igen, hoztam javaslatokat is. Igen, az idézetekkel nem fogja. Az egyik, amit én nagyon fontosnak tartok, a felsőház visszaállítása. Azért, mert ez végre helyre tenni a politikai osztályt, ott van ugye a másik kihasználatlan ügyésterem. A másik az önkormányzó vármegye, a vármegye rendszernek nem a neve a lényeg, hanem a önkormányzó vármegye, 1486 Mátyás király, május dekrétum, a nagy dekrétum, 6. dekrétum, 60-as cikke, a vármegyére felesküdött Alispán, aki ellent mondhatott a királya. És letett az idő, a másik, azt hiszem a szlovákoknál és az osztrákoknál már megcsinálták a készpénz használat alkotmányos jogával való alaptétele. Elnézést kérek a hatalmat, de ennyi idő volt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Én a minap láttam egy töröszkai videót, amiben arról számolt be, hogy a pénzügyminiszter, nem, a miniszter előtti hivatalnak a minisztere, Lázár, igen, Lázár ott járt náluk, és az alkotmányban foglalandó készpénz használatai jogról tárgyaltak. Ennyire valós, tehát hozzáteszem az érvényes, amit mondtam előtt is, hogy nem hiszek a politikai pártoknak, de ha ez működik és ez van, akkor valószínűleg ez is része a játszmának. De lehet, hogy ez benne van a papíron, náluk is be akarják foglalni, az úgy lenne nyilván. Na, akkor kérem, Attila, te jössz akkor? Igen, tudom. Akkor kérem, elsőj Attilát, hogy tartsam a tanítását. Akkor megpróbálom, hogy úgy állok a tárcsérjön, és hallott szóljon. Tehát a Molnár Attilával abban maradtunk, hogy a rendelkezésre álló időt összeadjuk, és akkor remélem, hogy itt van az Attila valahol, és hogyha valami kihagyok, akkor ő hozzáteszi, de az ő idejét is igénybe venném. Tehát most egy két összepont előadás egyben fog elhangzani. Nagyon jó, hogy a Szabó László előadása egy kicsit előkészítette a témát. Tudnélik, megpróbálom bemutatni egyrészt azt a pénzt, amit fejlesztünk a Molnár Attilával együtt, és de nem csak azt, hogy ez miért különbözik a többi alternatív pénztől, hanem hogy miért alternatíva és miért megoldás a pénznek a centrális betegségére, ami tulajdonképpen most már egy permanens válság sorozatot eredményez, és ez nem azt jelenti, hogy a pénzt meg kell szüntetni és visszatérni az ősközösségbe a három cseréhez, hanem meg kell gyógyítani, mert a jelenlegi
gazdasági világhatalom az a pénz és tulajdon monopóliumon keresztül tudja fönntartani a hatalmát. Tehát amennyiben megmondjuk a pénz monopóliumot, akkor ez a hatalom elolvad. Tehát nem arról van szó, hogy a bankároknak a fejét le kell vágni sorba egymás után, mert azok újra kinőnek, hanem meg kell próbálni a problémát kezelni, bocsánat, csak az időt nézem, hogy ne szaladjak túl. Tehát, hogy magát a problémát kell megoldani, és akkor a bankárok majd esetleg tisztességes munka után néznek. Tehát nézzük meg, hogy mik ezek a válságtényezők, mert erről nem nagyon szoktak beszélni. De az alapvető, most nem akarom a 20. századi pénzfejlődésnek a fokozatait végigmondani, de egy döntő pont elérkezett, amikor a bankok, ugye a bankok egy ideig mondjuk úgy tisztességesen működtek. Tehát volt egy, a központi banktól, a jegybanktól kaptak pénzt alapkamatra, amit ők tovább kitelezhettek. Tehát ezt nekik a jegybank felé vissza kellett fizetni, és kellett egy bizonyos tartalékot képezni a banknak, ami azt jelentette, hogy ha betétesek ki akarják venni a pénzüket, akkor ezt kell tudni teljesíteni. De nyilván olyan sose fordul elő, hogy minden betétes egyszerre akarja kivenni, mert az bankcsült. De a tapasztalat alapján ez hosszú idő után egy olyan 10% körüli, tehát a kihitelezett pénznek a 10% ott kellett legyen a bankban. Ez nagyjából működött egy ideig, és addig a tisztességes banki gyakorlat azt jelentette, hogy az emberek betették a megtakarított pénzüket a bankba. Nem azért, hogy kamatot húzzanak, hanem azért, hogy ők egyfajta áldozatként azt mondták, hogy én nekem erre most nincs szükségem, ellenben van olyan tehetséges ember, aki szeretne vállalkozást indítani, a bank majd ezt kiadja neki hitelbe, és akkor el tud indítani vállalkozást. És akkoriban a tisztességes bankok nem reál fedezetet kértek, vagyis nem azt nézték meg, hogy mennyi pénzed van, meg mennyi ingatlan fedezeted, hanem arra voltak kíváncsiak, hogy van-e benned képesség, hogyha fölveszed a hitelt, vissza tudod fizetni. Ezért a bankmenedzser arra volt kíváncsi, hogy a vállalkozónak van-e képessége. És régen, ha egy inas kiállt egy mesternél egy iskolát, és kapott egy mesterlevelet, azzal bemeltett a bankba hitelt fölvenni. A bankmenedzser megnézte, ja, ennél végeztél? Oké, tessék, ez egy garancia. És ez a személyi hitel. A saját személyes képességei alapján azt látták garanciának, hogy visszafizetheti. És ez így működött egészen a 20. század 70-es éveikig, amikor elkezdték föllazítani a bankrendszert, és elkezdték lehetővé tenni azt, hogy már nem ilyen szigorú feltételekkel, hanem egy bizonyos időn túl létrejöttek ilyen bankszerű intézmények, amik nem rendelkeztek olyan kötelezettségekkel, mint a bankok, de ugyanúgy pénzzel foglalkozhattak. Ezek a befektetési alapok, vagy hedge fundok. És ezek, és aztán később a kereskedelmi bankok is egy idő után korlátlan hitelpénz teremtési lehetőséget kaptak. Vagyis már nem volt érdekes, hogy mennyi volt az az összeg, amit a jegybanktól kaptak, hanem korlátlanul teremthettek hiteleket. És ezt általában spekulatív ügyletekre hitelezték ki. Tehát a tőzsdén jelenlévő ilyen befektetési alapok, ezek a hedge fundok, ezek határidős ügyletekben játszottak, ugye, és ehhez rövid lejáratú nagy összeget kellett hitelezniük, amiket gyorsan vissza is fizettek, és ez így szépen fújták ezt a fedezet nélküli hitelpénz buborékot. Mert ennek már nem volt fedezete. Tehát ugye egy egészséges gazdaságban a gazdaságban forgó pénz mennyiségének megfelel a reál gazdaságban lévő javak összessége. Mert azoknak a cseréjét kell biztosítani a pénznek, tehát az áru mennyiséghez tartozik egy bizonyos pénzmennyiség. Itt ez elszakadt ez a kettő, és ez a hitelpénz buborék ezt elkezdték pumpálni fölfele, és most olyan nagyjából a friss adat, a reál gazdaságban működő
pénzmennyiséghez képest, a spekulatív, fedezet nélküli pénzmennyisége, ami a világ tőzsdék között kering, ez több mint ezerszeres se a reálgazdaságnak. Ez mind spekulatív tőke. Vagyis kering a tőzsdék között, keresi, ezek már nem emberek, algoritmusok, keresik, hogy hol, milyen mozgás van, és oda beteszik a pénzüket, majd kiveszik. Tehát ugye a tőzsdék, amikor az egyik bezár, mit tudom én, bezár a New York-i tőzsde, utána nyit a tokiói, akkor az algoritmusok átmennek a tokióiba a nyitáskor, és ott kezdik el figyelni, és így tovább. És a spekulatív pénzmozgásokkal szerzett profit, a reálgazdaságban szerzett profitnak a 4-6-szorosa. Ez mit jelent? Ugye a spekulatív pénzmozgásokban nem keletkezik érték. Érték azáltal keletkezik, hogy az emberek dolgoznak, termelnek. És ergo a spekulatív úton szerzett profit törvényesített lopás. A tőzsdézés is az. Hiába tanítják a Corvinus Egyetemen a közgazdasági karon, hogy hogy kell tőzsdézni, megtanítják lopni az embereket. Munka nélkül pénzt szerezni. Na most ugye ez hogy lehet megakadályozni? Ez gyakorlatilag ezzel a saját magunk alatt vágjuk a fát, mert szivattyúzzák ki a reálgazdaságból, és hogyan szivattyúzzák ki? Úgy, hogy a fedezetlen pénzmennyiséget növelik, ez automatikusan gerjeszti az inflációt, mert szaporítják a pénzt, ezzel ők kihúzzák a profitot, és az egész társadalmon széttelítik az inflációval. Tehát amikor azt érzik, hogy a pénzük egyre kevesebbet ér, azért, mert ott szívják el az infláción keresztül ezek az emberek a profitot. És korlátlan mennyiségű tőkéhez jutnak, amiből befektetnek, tulajdont szereznek, és bármi mást. És így keletkeztek ezek a legnagyobb tőkealapok, a BlackRock a legnagyobb, aki már megcélozta, hogy minden tulajdonunkat megszerzi. Minden tulajdon. Tehát ez a you will own nothing and you will be happy. Ez az, hogy enyém lesz minden. És most ezelőtt a mozzanat előtt állunk, és az a kérdés, hogy hogyan változtassuk át a pénzrendszert, hogy ezt a krízis tényezőt kilőjük. Tehát, milyennek az oka? Hogy jöhet ez létre? Tehát ugye a Kína és Oroszország is rájött, hogy ez nem frankó, hogy a spekulánsok szivattyúzzák ki a gazdaságból a pénzt, ezért törvényileg tiltják a tőzsdei spekulációt. Hát ez ugye a mondás mondja, ez a vérbajnak a púderral való gyógyítása, tehát nem igazán kezeli a problémát, de működik. Mert ennek következtében a kínai gazdaság ezért tud stabilan 5% fölötti növekedést produkálni, mert nem szivattyúzzák ki belőle a profitot. De ez nem megoldás. Mi a megoldás? És ennek az oka az, hogy a pénznek árujellege van. Vagyis ki lehet vinni a pénzpiacra. Pénzpiacon a különböző valutákat adják, veszik, és ezzel ugye mindig el is hitetik velünk, hogy ez így rendben van, mert minden nap a hírekben bemondják, hogy hát a forint most mélyrepülésben van, még éjszaka mélyrepülésben ment át, Magyarországon éjszaka nem történt senki, aludt mindenki, forint meg lement. Hát hogyan? Hát azért, mert a pénzpiacon ugye játszanak az árfolyamokkal, hogy profitot húzzanak belőle. Na most tehát az áru jellegét kellene a pénznek megszüntetni, vagy csökkenteni, mérsékelni, hogy lehet ez? Éppen elhangzott itt az előbb a Silvio Gesell neve. Nem csak ő jött rá erre, hanem a John Maynard Keynes, és mellesleg a Rudolf Steiner is, hogy ezt a lejáratos pénzzel lehet kezelni. De miért lejáratos pénz? Hát a CBDC is az. Hát igen, tudnék, az ellenfél pontosan tudja, hogy a pénzfejlődésnek mi a perspektívája. Ők tudják. Az a kérdés, hogy mi tudjuk-e. Csak hogy ők úgy akarják létrehozni ezt a lejáratos pénzt, hogy ők szabják meg, hogy mire és hogyan használjuk egyetlen egy központból. Tehát az, amit a László elmondott, valóban 130 ország tagja a CBDC leendő bevezetésének, Magyarország is a tagja, és le van pakolva az a szuperszámítógép rendszer Magyarországon is, ami ezt kezelni fogja. Egy kapcsoló és el tud kezdeni működni, amennyiben hagyjuk.
Csak hogy ennek ez az különbözteti meg a mi rendszerünktől, hogy ez egy központból, egyetlen egy kézben a világon, egyetlen egy egységes valutát, egyetlen egy kézből kontrollálják, az fogja könyvelni mindenkinek a számláját, az dönt a hitelezésről, ergo a kereskedelmi bankok meg fognak szűnni. Mindegyik. Átmenetileg a nagy bankokat meghagyják, azoknál meghagyják az értékpapír kereskedelmet, de ez a nagyon nagy, körülbelül 10 bank, amit meghagynak. A többi szépen el fog tűnni, mégpedig az idén. Ezt az érintettek sem tudják, de jól látható. Ezt most nem akarok a részletekbe belemenni, de ez így fog történni. És a hitelezést ezután nem hitelintézők fogják intézni, ha bárki hitellel fordul az egyetlen egy bankhoz, hanem algoritmusok, akik mindent látnak, tudják, hogy mit csinálunk, milyen az egészségi állapotunk, hány évesek vagyunk, milyen a vállalkozásunk, és az algoritmus kiköpi 10 másodperc alatt, hogy te kapsz hitelt, vagy nem kapsz hitelt. Ez vár ránk. Na most a mi rendszerünk nem ilyen, nem fölülről lefele működik, hanem alulról fölfele, és a pénzt a helyi közösségek fogják kezelni, akik ismerik egymást, és a saját gazdaságot a saját kezükbe fogják tartani. Ezt próbálom gyorsan fölvázolni, nézem, mennyi időm van, igen. Tehát ez a saját pénz, amit fejlesztünk, ennek az első fokozata, hogy létrehozzuk magát ezt a saját pénzrendszert. Ez mit jelent? Ez egy hármas pénzrendszer, ami mindjárt elmondom, hogy ez hogy működik, de a lényege mégiscsak az, amiről ma már volt szó, a társulások. Ugye a kosárközösségekről volt szó. Az a társulásos gazdaságnak a csírája. Nagyon érdekes, hogy ezt nem ideológikus alapjönet mondjak létre, hanem spontán megszületett. Az emberek fölismerték, hogy itt valamit tenni kell, hogy a multikat, a hosszú ellátási láncokat, ami kifosztják a gazdaságot, tönkreteszik a mezőgazdaság, az ipar, ezt kerüljük ki. És ehhez a termelőknek és a fogyasztóknak társulni kell. Ez a társulás. Egy kosárközösség, egy társulás. Az egész gazdaságot át kell alakítani társulásos gazdasággá. És ilyenkor a termelő és a fogyasztó összeszövetkezik, majd közösen állapítják meg a termék árát, amiben nem a profit szempont működik, hanem az, hogy mindenki jól járjon. Tehát a termelő jól járjon, mert a termelési költséget fedezni kell az árnak, a fogyasztó jól járjon, mert ne kopasszák meg, hanem reális értéket kapjon, és ők ketten állapítják meg az árat, de úgy, hogy beletesznek egy árrést. Ez az árrés minden egyéb költséget, minden egyéb szociális költséget kéne, hogy fedezzen. Hogy ez mit jelent? Ezt azért kell megértsük, mert ez ma működik, működtetik felettünk az államok és a bankok ezt a hármas pénzfunkciót, amit meg kell ismernünk, meg kell tanuljuk, mert ezen túl mi szeretnénk ezt működtetni. Át szeretnénk venni az eltársakból. Mit jelent ez? Ez a termelői, termési költség és a fogyasztói pénzkínálat közé beiktatott árés, az a szociális költség, meg is nevezhetjük, de tőkének is nevezhetjük. Ez képződik egy-egy ügylet során. Ez azt jelenti, hogy ez az a hányad, amit mi ma adóként befizetünk, vagy hitelkamatként befizetünk. Csak ezt az állam, illetve a bankok kezelik. És itt pedig azt kell csinálnunk, hogy a képződő tőkét közvetlenül nem adjuk oda az államnak meg a bankszférának, hanem közvetlenül a helyi közösség erre egy testületet létrehoz, akiket én a tőkéigazgató testületnek nevezek, akik helyileg döntenek erről, és ezt a vásárlópénzből keletkezett hitelpénzt vagy ajándékpénzt, ez a hármas pénzfunkció, ezeket közvetlenül célba juttatják a helyi gazdaságba. Mi ez a három pénzfunkció? Igen, arra majd visszaugrok, de igen, ezt akartam mutatni, hát, hogy a vásárlópénz az, amit mindannyian ismerünk, az árucserét közvetítik.
csereeszköz. És a jelen problémája az, hogy ez a vásárlópénz, ez áruként jelenik meg a pénzpiacon. Ahelyett, hogy egy önérték nélküli csereeszköz lenne, ezt a mi rendszerünk megoldja, mert egy könyvelési eszköz, egy könyvelési tételként mozog a pénz, egy elszámolási rendszer részeként. Ezt nem lehet utána adni venni. És a vásárlópénz, amikor a helyi közösségnél mint tőke megjelenik, erről dönthet a helyi közösség, hogy hitelpénzé vagy ajándékpénzé alakítja. A hitelpénzből ugye a helyi hiteligényeket lehet fedezni, legyen az jövedelem előleg, vagy beruházási hitel, bármi. Ez egy banki tevékenység, amit azonban kiveszünk a bankok kezéből, és közvetlenül helyben a helyi közösség testülete dönt róla. Egy, kettő, az ajándékpénzé alakítja. Mi az ajándékpénz? Az ajándékpénz az, ami jelenleg az adóprésen keresztül bekerül az állami költségvetésbe, és az állami újraelosztásból juttatja vissza a helyi intézményekhez. Oktatásügy, egészségügy, kultúra, állam, stb. De ezt most ezúttal nem folyatjuk át az állam újraelosztó rendszerén, hanem ugyanez a tőkeigazgató testülethez jut, aki közvetlenül allokálják a helyi gazdaságba. Tehát itt van az ajándékpénz, függők és csakfogyasztók területe. Hát kik ez a csakfogyasztók? Gyerekek, öregek, betegek. Azok csakfogyasztanak, nem lehet. Vagy állami intézmények, jogrend, kulturális intézmények, egészségügy, oktatás, stb. Tehát ez a úgymond ajándékpénz, függők. Egyébként maga a fogalom az a római birodalomból ered, ott már ismert volt a honorárium, mint olyan, amit tiszteletdíjnak fordítunk. Az az ajándékpénz ókori neve volt, amit ajándékba adhattak például művészeknek. Ezt nem lehetett kérni, az csak önként lehetett adni. Ez ma is valamilyen formában túlélt, de ezt helyettünk eddig az állam és a bankszféra intézte. Ezt át kell látnunk, meg kell tanulnunk, és hogy ezt megtanuljuk, ennek a működtetéséhez konstruáltunk egy társas játékot, ami ezt a pénz átalakítást szimulálja. És ezt majd kézbe lehet venni, és meg lehet tanulni által. Ez nem olyan, hogy mint a gazdák, hogy okosan, ami a kommunista gazdaságnak egy ilyen lebutított változata volt, hanem, és ebben nem lehet nyerni, ez egy tanuló segédeszköz. Vissza egy pár gondolattal, hogy saját pénzrendszerünkhöz. Ez tehát egy belső zárt elszámolási rendszer, egy saját pénz. Ez nyilván most akár lesz itt valutakrízis, akár nem, ez amikor el tud indulni, és reményeink szerint az idén tavasz végén nyáron el tudjuk indítani, akkor tud ez működni, a belépnek vásárlók, érted, fogyasztók és termelők. A termelő eladni akar, a fogyasztó vásárolni, de mivel az új pénz körén belül nyilván kezdetben csak néhány termelő lesz, és nem lesz a teljes gazdaság áruválasztéka, ezért kell, hogy egy folyamatos átváltási lehetőség legyen a forint és a mi pénzünk között. Ezt mondja meg ez a hármas pénzrendszer. Saját pénz, egy köztes kriptovaluta, ami az átváltást segíti, és maga a fiat pénz, a forint. És oda-vissza ez működik, ez az átváltás. Ha valamit nem jól mondok Attila, akkor majd integes és javíts ki. Tehát ez oda-vissza működik, vagyis belépünk a rendszer, regisztrálunk, átváltunk forintot, az ott bent majd megjelenik a kriptovalután való átváltáson. Túl a saját zárt rendszerben, mint egy kredit elkölthető pénzmennyiség, azzal vásárolhatunk, majd utána mondjuk, ha teszem azt, termelők vagyunk és eladtunk, akkor utána visszaválthatjuk forintra. Nagyjából így fog ez működni, de miért jó ez nekünk? Miért lesz ez jó nekünk? Elsősorban azért, mert ebben nincs infláció. Tehát nulla infláció. Ez már eleve, mert nincs árujelleg ennek a pénznek.
A másik, hogy, és itt egy ilyen köztes reményteli együttműködésről mondok pár szót, mert egy pár héttel ezelőtt egy videó riportot láttam egy Szaszú Róbert nevű román, félig magyar fiatalemberrel, akinek Romániában van egy cége, aki egy saját kriptovalutát fejlesztett. És ezzel a kriptovalutával, most anélkül, hogy a részletekbe bemennék, próbálom csak a leglényegét mondani. Tehát ő tulajdonképpen a legismertebb kriptovalutát végre alapul, a Bitcoint, annak, amit gyakorlatilag csak befektetésre használnak, tehát pénzkimentésre. Úgy is hívják, hogy digitális arany. Tehát akik a megtakarított pénzüket biztonságban akarják tudni, azok próbálják ugye a Bitcoinból kimenteni. De a Bitcoin alkalmatlan vásárlásra, árucserére, mert egy tranzakció $50-100 kerül. Tehát, hogyha bemennénk Bitcoinnal akarnánk egy doboz cigarettát venni, akkor plusz $50-100 rá kéne tenni a tranzakcióra, ami ugye nyilvánvalóan lehetetlen. De akik milliókat mozgatnak, azoknak is ugyanennyi, tehát befektetésre jó, gazdasági csereeszköznek nem. Na most a Robert megcsinálta, átalakította a technológiát, hogy az ő kriptovalutájában van a tranzakció költsége, a sebessége több tízezer szeresére nőtt, a költsége pedig lement a jelenlegi bankkártyás fizetés tranzakciós költsége alá. Tehát ő meg tudta csinálni Romániában legálisan, hogy az ő kriptovalutájával lehet kereskedni, saját bankkártyája van, és a okostelefonján keresztül meg tudja oldani, hogy bárki, hogy és már a legkisebb boltnak is megéri, hogy ebbe a rendszerbe belépjen, mert kevesebb tranzakciós díjat fognak levonni az ő árából, mint a jelenlegi bankkártyás fizetésnél. És a Román Nemzeti Bank azért ment ebbe bele, mert így a tranzakciós költség eddig a kártyaszolgáltató multicégekhez ment, Visa, Mastercard és a többi, így pedig ez esetben nem, országon belül marad, és sokkal kevesebb. Tehát effektíve mindenkinek megéri, hogy ezzel a kriptovalutával vásároljon, és oda-vissza váltja, már a telefonja ezt automatikusan végzi, és gyakorlatilag mindenkinek megéri ezt használnia a lej helyett. És szépen lassan fejlődik fölfele. Most ezzel a fiatalemberrel összeszövetkeztünk, egy együttműködést kezdtünk el, hogy megpróbáljuk a mi pénzrendszerünket ilyenné alakítani. Ez most zajlik. Ha ez sikerül, akkor ha el tudjuk érni, vagy megközelíteni az ő eredményét, amit hozzáteszem, hogy az ő normál kártyás fizetési rendszerét egész Európában lehet működtetni. Tehát Európán belül utazhatunk és használjuk ezt a kártyát. Tehát ha ez sikerül a maximumot kihozni belőle, akkor mindenkinek azonnal meg fogja érni, hogy a mi rendszerünkön keresztül intézze a fizetéseit. Ez náluk már így van, és ott már autót is vettek ezen a pénzen, meg ingatlant is, tehát ott látszik, hogy ez a dolog működik. A kérdés az, hogy nálunk hogy fog viselkedni a Magyar Nemzeti Bank, és mennyi illetéket tesz rá a mi pénzhasználatunkra, mert ez egyáltalán nem minden. De a lényeg az, hogy ezzel, és miért jobb a mi rendszerünk, mint a kriptovaluta? Azért, mert a kriptovaluta az a jelenlegi fiat pénzrendszerhez képest, tehát ez a fiat pénz, ez a hivatalos valuták, ugye a forint, dollár és a többi, azok, és tulajdonképpen a kriptovaluták is tőzsdei manipulációkkal ugye lehet az árfolyamokkal játszani, és padlóra is lehet küldeni nemzeti valutát. Erre már volt példa, ugye Soros ebben nagymester, ő megfektette az angol fontot, meg az olasz lírát is,
És a kriptovalutákat is lehet tőzsdén, lehet az árfolyamokat lezuhanásra kényszeríteni, és a többi. Azon kívül, mivel a kriptovaluták konkurenciává váltak a fiat pénzekkel szemben, és a digitális valutával szemben is, hogy mondjam, kiszabadult a szellem a palacból, és a CBDC-nek a bevezetésének útjában áll a kriptovaluta. Túlzottan elterjedt, nem lehet rálátni, nem lehet befolyásolni, ezért most új módszert választottak, és azt próbálják most, hogy jó, ha nem tudjuk betiltani, mert először még ez volt, hogy tiltsuk be. Látják, hogy nem fog menni a betiltás, túl sok állam ismerte el. Akkor jó, akkor szálljunk be mi is a kripto üzletbe, és belülről kezdjük el szabályozni. És leszállt a BlackRock, a legnagyobb bankok, a Deutsche Bank és a többi, és elkezdtek bitcoint vásárolni nagy tételben, megszerezték a kriptotőzsdék feletti kontrollt, és most belülről elkezdenek szabályozásokat, mint erős szereplők, ráerőltetni erre a rendszerre, ami eddig teljesen spontán működött. Azok szabályozták, akik szereplők voltak. Most beléptek ezek a nagy játékosok, és szabályozáson keresztül megpróbálják majd zátonyra futtatni a kriptovalutákat is. Most a miénk nem ilyen. Tehát ha a kriptót, az átváltásra használt kriptónkat tönkre is tudják tenni valamikor esetleg. Nem muszáj, de az lenne jó, hogyha maradna, amíg szépen lassan mi fölfejlődünk, és utána összeomolhat a valutarendszer, akkor már minket nem érint. Tehát a miénket nem tudja egy ilyen manipuláció sem elérni, csak hatalmi szóval, erőszakkal lehet betiltani, ha erre betemennek. És ez az, amit az egyik működésünk alapja is a Sasso Roberttel, hogy ő egy sokkal hatékonyabb kriptovalutát csinált, talán a legjobbat, még a bitcoinnál is jobbat, de ennek megvannak a korlátai. Mi viszont ezen túlra látunk, mint a helyi gazdaságban majd ez a valuta be tud tölteni. Tehát mi látjuk ennek a további fejlődését, és ezért egy kölcsönösen előnyös együttműködés alakult ki. És akkor nézem, hogy még van 3 percem, jó? Tehát annyit tennék hozzá azért, hogy a jelenlegi közgazdaságtannak a korlátai az, hogy a pénznek 2 értékképző pólusa van. Az egyik a fizikai munkavégzés, amiben emberi képességek játszanak szerepet, tehát ahhoz is kell individuális képesség, hogy az ember egy szeget beverjen. Az is emberi munka, egy kreativitás, ha nem is túl nagy mértékű, de megnyilvánul. És a másik pólus, a szellemi pólus, a szervezési érték, az, amivel a jelenlegi közgazdaságtan nem számol. Márpedig ez a szervezési érték, aminek a következtében a tőke képződik. Ezt most nem tudom elmondani, mert az idő lejárt, de a társas játék, ami ilyen egyszerű kártyás játék, csak úgy kutogatom majd, hogy 4 ember tudja játszani majd, ez mutatja, hogy a 4 játékos először begyakorolja a pénz nélküli cseregazdaságot, az ős állapotot, az önellátást, amikor mindenki termel magának, először önmagának termel az ős közösségben, senki nem cserél semmivel. Utána árucsere létrejön, de még pénz nélkül, majd utána megjelenik a pénz, és a pénz pedig annak a természeti alapnak felel meg, amin ezek az emberek laknak és élnek, és akkor ezt megmutatja, hogy ez a pénz hogyan fejlődött, hogyan alakult a vásárlópénzből, ajándékpénzé, hitelpénzé, és elvezet a mai állapotig, amikor ezt már csak el kell kezdeni használni. És az különbözteti meg a mi rendszerünket, ezt a társasjátékban majd nyilván el lehet magyarázni, ezt egyébként, amit most elmondtam, egy 3 órás előadásban tudom kifejteni, úgyhogy mindenki megértse, akkor
gyakorlatilag ezáltal meg lehet érteni, hogy a mi rendszerünk alulról építkezik. A helyi gazdaságból és természetes integrációval fejlődik egy települési önálló gazdasággá, majd egy kistérségi, megyei, regionális és országos rendszere, de alulról fölfele és legitim módon. A CBDC ugyanezt csinálja felülről lefele erőszakkal. Úgyhogy így befejeztem. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen az előadást. Utána lesz ugye egy kerekasztal beszélgetés, amivel Attila is részt vesz, és akkor majd hozzászólóra kérdezünk. Mendez Zoli jön. Nekem is tudom, hogy tetszett. Hát köszönöm, hogy szót kaptam. Én egy teljesen más utat szeretnék mutatni, úgymond zöld utat, ami a fényes elszigeteltség politikája. Most, hogyha van egy süllyedő hajó, akkor általában mellette egy szívó örvény keletkezik. Ez a szívó örvény annyit jelent, hogy hiába van valakinek akár mentőcsónakja, hiába van mentő mellénye, ha túlságosan közel kerül az elmerülő hajótesthez, akkor a szívó örvény magával rántja ezt a mentő mellényes, mentő csónakban ülő egyént a mélyben. Valójában igaz, hogy egy bizonyos idő után a tenger kikörli a hullát, de az a lényeg, hogy elpusztul. Szóval én megmondom őszintén, semmilyen módon nem tartom üdvös dolognak, hogy akár kriptovaluta, vagy bármilyen szinten kapcsolatba, vagyis kiszolgáltatott helyzetbe legyen. Tételezzük fel, hogy megismétli a történelem magát. Ugye, ha jól tudom, hogy magyarok bocsátottuk ki a legnagyobb címletű pénzt 1 milliárd mérben. Ha tévedek, akkor nyugodtan ki lehet igazítani. Most gondoljunk bele, hogy most van egy történetesen kriptovalutánk, akkor mennyi 1 milliárd mérpengős kapunk, amit semmit nem ér. Mennyi idején? Igen. Mert annyi történt annak idején, hogy valaki megkapta a fizetését, és mire hazaért, nem ért semmit. Az emberek is fogták, és az utcán elengedték a pénzt, mert ennyit ér. Szóval pillanatnyilag az infláció az nem más, mint egy rablás. Elrabolják az embereknek a tulajdonát. És amit keserves munkával, véles verítékkel szedett össze. És ez jellemző manapság. Pillanatnyilag, megmondom őszintén, nem látom az előző rendszertől azt, hogy ez ellen hatatósan tudna tenni. A hatatós tevékenység az, hogy két irányba indítjuk el a játszmát, figyelembe véve azt, hogy régen véletlenül sem fordult elő olyan anomália, hogy egy 200 éves bükkfát adjak mondjuk egy Barbie babáért. Szóval nem. Az indiánok is tükrökért, üveggyöngyökért adták el jóformán mindenüket, vagy volt olyan, hogy 20 liter tüzes vízért 1200 bölénynyelvet adtak oda. Ez annyit jelentett, hogy 1200 bölényt öltek meg, és összesen egy kis tüzes vizet kaptak. Na most mi ezekért a nyugati publikért, amikért annyira lelkesedünk általában már aki, nagyon sokszor nagyon komoly értékeket pusztítunk el itt Magyarországon, és ennek nincs semmi értelme. Ennek következtében csak is és kizárólag a leválás, az tényes elszigeteltség politikája a megfelelő. Ha nézzük, hogy a Szent Korona Tan mit hirdet, a Kárpát-medencének az egységét. A Kárpát-medence egy önálló világ, teljes mértékben képes az önellátásra. És vannak most már, hál' Istennek, olyan nem magyar Kárpát-medence lakók is, ilyenek például a vélikus szlávok is, Szlovákiában, akik megértik azt, hogy leválni a nyugati világról, ez az egyedüli perspektíva és stratégia a jövőben. Na most régen hogyan működött még egy bizonyos társaság,
nem nevezem meg őket, bizonyára mindenki tudja ki az, kikről van szó, át nem vették a pénzeknek az irányítását. Mi történt? Például az, hogy egy eubólai talentum 300 éven keresztül ugyanannyi ér. Miért? A pénz fém tartalma miatt. Megtörtént Mátyás király halála, rég vége van a Mohácsi csatának, már budai satörké, stb. Eltelt 120 év, és képzeljük el, hogy itt a Kárpát-medencében a magyar, a török és az osztrák itt lévő emberek még mindig mit használnak? Mátyás király pénzét. Miért? Hát igazi arany és igazi ezüstről. Most jelenleg Magyarországon olyan mennyiségű aranykészlet van, nem csak a Börzsönyben, mert csak ugye 50 ezer milliárd forint értékű aranykészlet van, hanem más egyéb helyeken is, amelyet, hogyha nem külföldi kézbe adunk, tökéletesen elegendő volna, hogy ismét legyen, mint Károly Róbert idejében, ezüst barasunk és aranyforintunk. Na most történetesen mivel kell számolni a lépében? Két fontos dologkal, egyrészt a világállami törekvésekkel, másrészt pedig az éghajlatváltozás okozta krízissel. Most mind a kettő teljes mértékben tönkreteheti a jelenlegi pénztárcát. Szerintem nem az a legnagyobb probléma, hogy készpénz vagy történetesen egy virtuális pénz, az semmi nincs mögötte. Mi azért hiszük el, hogy egy dollár annyi, mert van ilyen hit. Valójában a dollár mögött sincs. A semmit meg lehet deriválni, titrálni, köbgyököt vonni a semmiből, a semmi a semmiből. Abban a pillanatban, amint valami igazi krízis helyzet jön, kiderül, hogy az árnyék boxolás mögött az ég egyadta világon semmi nincsen. Mi elhiszik azt, hogy történetesen két évvel ezelőtt 600 forint volt egy kiló körte, és meg elhiszik azt, hogy 1500 vagy 2400 forint. Elhiszik. Most a leválás az egy belső piac gazdaságnak a létrehozása a jelenlegi manipulált piac gazdaság helyett. És hogyha történetesen mi 24 karátos aranyat tiszta ezüstből, vagy platinából, vagy palládiumból csináljuk meg a pénzünket, akkor ezzel nem tudnak mit kezdeni a pénzügyi világ hiénái a pénz fémértéke miatt, mert annyit fog érni a pénzünk, ami abban a pillanatban az aranynak, az ezüstnek, a platinának, vagy a palládiumnak az ár. Az egyik megoldás a mi véleményünk szerint arra a módszerre visszatérni, ami sok-sok ezer éven át egy biztos inflációmentes megoldás volt az emberiség kezében, míg mondtam egy bizonyos népcsoport át nem vette a pénzeknek a manipulálását. És ebből történő improduktivitásból történő haszonszerzés. Na most, ma egy olyan világot élünk még, hogy az infláció következtében közületek, akinek ahányszor 5 millió forintotok van, havonta körülbelül 250 ezer forinttal csökken jelenleg ennek az 5 millió forintnyi összegnek a vásárló értéke. És ebben semmiféle hazugságot nem mondok. Vannak olyan kelendő központi fűtés szerelési anyagok, hogy pillanatilag két év alatt éppen egy prepper találkozón mutatta be egy központi fűtés szerelő, hogy 300%-ot megedett az ár. Nézzük meg csak egyszerűen, hogy két-három évvel ezelőtt a praktikában mennyire lehetett venni legolcsóbb járólapot csempét, és most mennyire lehet. Szóval minden, ami fogy, annak egekbe szökik az ára pillanatnyilag. Persze, elhiszem, hogy egy olyan termék, amit semmi, senki nem vesz, vagy rendkívül kevesen vesznek, lehet, hogy történetesen ennek az állványnak az alsó gombja, az nem emelkedett egy forinttal sem. De mi ennek a jelentősége? Semmi. Na most arra kell koncentrálni, hogy a helyi közösségek kialakulnak, például úgy, hogy helyhatósági választáson győzelem van, így a győzelem, egy adott településen, abban az esetben ez az önkormányzat nagyon sok minden
jó dolgot be tud vezetni. Például egy helyi pénzrendszert is. Vagy egy cserekereskedelmi elszámolású rendszer, ami kizárja ugye azt a dolgot, hogy mondjuk egy hízott mangalica disznót adjunk valami, nem tudom milyen nyugati ügyvér vagy bóvér, nem tudom milyen ócska rádiótelefonér vagy nem tudom mi másért. Vagy még egy rádiótelefonér adjunk 20 darab tehenet mondjuk, mert rá van fogva arra a rádiótelefonra, hogy annak adja a szára. Valójában nem az, de mi elhiszünk. Szóval ezt a fajta logikus gondolkodást kellene elővennünk, hogy egyrészt csökkenteni a pénzforgalmat cserekereskedelemmel. A másik dolog, hogy ami pénzforgalom van, az kizárólag, csak is és kizárólag nemes fém alapú pénzrendszerrel történik. Most történik, akármilyen háborús világban, vagy bármi történik, még a ruszki is, vagy a SS katona is egy arany darabot elfogad fizető eszközként. Mindig a történet folyamán, bármilyen megszálló ország is volt, nemes fémet elfogad. Gondoljunk bele, hogyha az ukránok beváltják a fenyegetésüket, mert ugye most azt ígérik a magyaroknak, a ruszkik kiszorítják őket onnan, akkor átrándulnak ide a hazánkba, mert itt ugye nevetséges haderő van. Bár nagyon egyszerű módszerrel ki lehetne állítani egy 300 ezer fős hadsereget bármikor Magyarországon, összesen egy olyan törvényt kellene hozni, hogy minden katona, vagyis minden éles lőfegyverrel rendelkező ember, katona is jelentkeznie kell a legközelebbi hadkiegészítő parancsnokságban, ahány erdész, vadász, természetvédelmi, mező, sportlövő, stb. Is van, az körülbelül 300 ezer ember itt Magyarországon. Ezek az emberek még esetleg értenek is a fegyverek kezeléséhez, mint jó magam, és nekem is van ugye éles lőfegyverem ott van, mint erdésznek. Szóval ebben az esetben játszik egyszerűség volna egy hadsereget felállítani, de a jelenlegi hatalom nem, urai, nem ebben az irányba mennek. Most a pénzrendszert, hogy megalkossuk, nem csak bányászattal lehet aranyhoz, ezüsthöz, platinához jutni. Jelenleg az irodatechnikai hulladékokban több arany, ezüst, platina van, mint az ilyen érzékek. Most már Magyarországon is vannak olyan cégek, akik elkezdték ezeket a irodatechnikai hulladékokat feldolgozni, és hát részkohászati eljárással, elektrolízissel, stb. Nem is olyan bonyolult szétválogatni ezeket. Na most hulladék az rengeteg dolog van. És hát hulladék az nagyszerű energiatermelő. Mi például a bázisunkon, amit tegnap ugye említettem, hogy túlélő bázist építünk, mi pirolízissel akarjuk a benzint és a gázolajat előállítani. Ez annyit jelent, hogy ha zárt térben hevítjük a műanyagot, akkor benzin és gázolaj lesz belőle. Ezt nem mi találtuk ki, most már lehet venni kínait, orosz, új-zélandit, ausztrálián berendezést. Ha van egy falu közösség, hülyeségül is elköltheti a pénzét. Nem mondom, hogy nem. Hát ez folyik az országban. Általában mindennek a pazarlása. Ugyanakkor vehet egy ilyen berendezést is, és mivel műanyag hulladékot állandóan termelnek, ennek következtében ez a falu közösségnek lehet egy ilyen például feldolgozó üzemet, és már abban a pillanatban megint egy újabb függőséget választottunk el. Az én véleményem az, hogy önellátásra kell törekedni, önellátó egységeket létrehozni, az önellátó egységeken belül pedig létrehozni olyan elszámolási rendszert, amely figyelembe veszi azt is, hogy egy adott termék előállítása mennyi idő, energiát és környezetszennyezést hoz maga után. Lehetőleg ezek az ellátási rendszerek szüntessék meg a már meglévő környezetszennyező struktúrákat, és hát mondjuk családonként egy átlag család, hogyha mondjuk bevált 400 ezer forintnyi pénzmennyiséget aranyra, ezüstre, platinára és palláriumra, abban az esetben az így a havi szintű árucsere vagy áru kifizetési vagy szolgáltatás kifizetési forgalommal kapcsolatban megoldást tud jutni.
És én mondom, elnézést kérek, hogy egy teljesen más nézetet vallunk. Azzal, hogy más nézetet vallunk, az nem jelenti azt, hogy nem közös az ellenfél, és nem közös a megoldási szándéknak az iránya, de tudjátok, egy hegycsúcsra is több irányból föl lehet menni. Ki kell próbálni mind a kettőt, és amelyik a gyakorlati életbe jobban beválik, legyen az a nyertes. Szóval nekem ez a véleményem, és mondom, itt véletlenül sem ellent mondani, vagy beleköpni kívánok másokba, de hát most miért mondjam azt, hogy én ugyanezt a módszert akarom követni, amikor egy teljesen más módszerben bízok, és lényegében mi évek óta ezen dolgozom. Köszönöm a figyelmet! És a Zoliban nyilvánulóan a biológiai óra nem egész pontosan befejezte, hogy üres nézett az órájára egyszerse. Az a kérdésem, hogy aki fel volt a kíva ehhez a kerekasztalhoz, azok jönnek ide ki, vagy mondjuk más is. Köszönjük szépen! Szóval, hogy kétféle koncepcióról hallottunk, az a kérdésem, hogy melyik, mennyibe kerül és mikor indul. Mi most azt mondom, hogy körülbelül jövő év... Mikrofon. Mi jövő év január-februárban kezdjük meg ennek a nemesfém alapú pénzrendszerre való áttérést a közösségünk. Nem húzzuk az időt, mert úgy gondoljuk, hogy jövő év január 5 és 15 között már ilyen változások fognak mind Magyarországon, mind a világban lenni, amely sokkal súlyosabb helyzetet fog teremteni, mint a Covid-cirkusz. Egy megkettőzött erőfeszítéssel fáradozunk azon, hogy leváljunk erről az egész nyomorult rendszerről, minél hamarabb, minél szélesebb spektrumon, és ezt természetesen a pénzrendszernek is viszonylatában is tükröződnie kell. Tehát nincs időnk az időhúzásra, a semmiért. Mondják ti is, hogy... Szerintem nekünk, tehát ahogy mondtam, tavasszal szerettük volna, ez év tavaszán, lehet, hogy ez kicsit csúszik, de nyáron mindenképpen el kell indulni, mert nem tudjuk, hogy mikor indítják a krízist, tehát az látszik, hogy az CBDC bevezetése az szisztematikusan halad előre. A készpénzt szisztematikusan vonják ki, van még ellen mozgás is, de most pénteken jelentették be, hogy az EU-ban a készpénzforgalma 10 000 euróban korlátozzák. Ezt ugye tavaly már közölték, hogy ezt be fogják vezetni fokozatosan, és most megtörtént. Tehát ők haladnak előre,
és ennek a következő lépése az egy volt a krízis. Erre készen kell állnunk, ezért ebben az első fél évben mindenképpen el kell írni, hogy mennyibe kerül. Azt gondolom, hogy most nem lenne rossz egy pár százezer forint, de elő fog állni, azt gondolom, hogy ha szükség lesz rá, ha az lesz az akadály, ez elő fog állni. Tehát nem ez lesz az akadálya. A kérdés az, hogy utána megértik az emberek, és belépnek, és elkezdik-e használni, vagy sem. Ezen áll, vagy bukik. Igaz? Zoli, te nem válaszoltál, hogy mibe fogok kerülni, vagy hogy lehet a... Rendkívül egyszerű a kérdés, mert a válasz, ugyanis annyiba fog kerülni, mint az önköltségi ár. Én ugye a Medvecki Nemzetségnek vagyok egyik ugye tagja, és hát annak idején a nemzetségünk is kibocsátott egy aranypénzt, vagy aranyérmét, aminek a kliséje Körmöz bányán a mai napig is megvan, és bármikor például felhasználható arra, hogy kibocsássunk vele ezüst vagy aranypénzt, és még új klisét se kell veretni, de igazság szerint az előállítási költség. A pillanatnyilag abban az inflációs világban, ami most az aranynak, ezüstnek az ára, illetőleg annak a veretését, díja ennyibe fog kerülni, semmi más. Na de mondjuk egy... Ez azt jelenti, hogy bukunk rajta, ahogy vesszük, rövid távon ez azt jelenti, hogy így, hogyha tört aranynak vesszük, és hát ezt egy megmunkált arany, ami drágábba fog kerülni, de mi bízunk benne, hogy ez a befektetés rövid távon már vissza fogja hozni az árát a nagymértékű infláció miatt. Na de mondjuk egy legkisebb pénzként, talajként, vagy akármiként, tehát egyezüst pénz, igen. Mondjuk egy ilyen 5 forintos nagyságú. Igen. Az egy lyukas. Már kisebbet nem lehet. Igen, egy lyukas ezüst pénz. Igen. Szóval, hogy mondjuk egy 5 forintos nagyságú ezüst vagy aranypénz, annak mi a helyzet? Hát aranypénz biztos, hogy nem lesz. A legkisebb címletű aranypénzünk az 50 000 forint lesz. Csak is középült lyukas lesz azért, mert az aranynak pillanatnyilag a forinthoz képest igen-igen magas az ára. Szóval ezt a szakemberén kidolgozták már, hogy melyiknek milyen súlyúnak kell lenni, mennyibe kerül, én erre most itt kapásból nem tudok válaszolni, mert hát nem én vagyok az aranyműves, nem én vagyok ilyen téren a felkészült ember a csoportunkban, de az a lényeg, hogy megvannak ezek a címletek, már ki vannak számolva, hogy nagyjából a jelenlegi áron mibe kerül. Azt lehet mondani, hogy körülbelül egy olyan 400 000 forintnyi pénz, amit előtt mondtam, az körülbelül annak az illetőnek ilyen 450-460 000 forintjára fog belekerülni. Értem, és mit szól ehhez a jobb? Bármilyen érmét teki a tasz. Nem kell arra ráírni, hogy pénz. Tehát, hogy értéke van, de nem pénz. Így van. És ugye Asimov is azt írta az alapítványában, erkölcsiséget sose akadályozom meg valamilyen helyes cselekedet végrehajtásában. Oké. Hogy szóba került itt a Börzsöny. 9000 tonna arany, 9000 tonna ezüst. 780 000 milliárd forint érték. Most ezt, ha elkezdenénk kitermelni, akkor meg lehetne indítani a pénzt Magyarországon arany és ezüst tartalmúnak csinálni, hiszen úgy tűnt, aki meg Varga István, már úgy tűnt, hogy már most márciusban meg lehet venni részvényeket, és csak magyar embereknek, külföldi embereknek nem akar adni részvényt, csak magyar emberek vegyenek, és ha megveszik a magyar emberek ezt a részvényt, akkor a magyar emberek használhatják azt az aranyat és ezüstöt, amit kitermelnek. Plusz még ennek a részvénynek hozadéka van, mert minél többet termel ki, annál több. Nem beszélve arról, hogy micsoda technikát dolgozott ki van minden dolgozva, minden a föld alatt van, semmi szennyeződést nem okoz, üvegfallal elválasztva lehet menni turistáknak nézni, hogy hogy olvasztják, hogy mossák ki vízzel, nem használnak cián. Ugye Erdélyben az volt a baj, hogy Ausztrálok jöttek, amerikaiak ciánt használtak, utána befolyt a Tiszába és ott volt. Tehát ez egy csodálatos valami lenne, és ezzel meg lehetne teremteni a magyar arany és ezüst pénzt. Okay, no.
Tehát nem akarom a nemes lelkesedésnek az hullámát elvenni, hogy úgy mondjam, de a pénzfejlődést áttekintjük, egy hosszú folyamat, akkor szükségszerűen rá kell jöjjünk, hogy az aranyra ma már nincs szükség. Ez az én meggyőződésem, mindenki azt mondja, amit akar. Az angyal, az arany kivonult szépen a pénz használatból, több oka is volt ennek. Egyik oka az, hogy például, amikor a kereskedelem, a gazdaság fejlődött, egyre nagyobb mennyiségű fémpénzzel kellett gazdálkodni, azt el kell vinni egyik helyről a másikra, szállítani, biztosítani, mert rablók vannak, és a többi. És akkor most átváltjuk a pénzünket arany érmére, ami ott lesz a zsebünkben egy bugyellárisban, és akkor az első úton álló kupán ver, és azt csinál vele, amit akar. Ez csak úgy halkan megjegyzem. Azon kívül, ha a gazdaságban komolyabb pénzmennyiség mozog, az őrizve kell páncélautókkal szállítani jobbra-balra, az nem lesz két fillér. Szeretni vagy nem, lehet szeretni vagy nem szeretni digitális pénzt, a mai pénzforgalomunk több mint 80%-a digitális bankszámla pénz, ami nem azt jelenti, hogy le kell mondanunk a készpénzről. A kulcskérdés, hogy a digitális pénz, milyen digitális pénz, rálátnak-e vagy sem? Szükségük van-e minden adatunkra vagy sem? Egyébként kikerülhetetlen. Tehát az aranynak azon túl, hogy egy ideig a bankokban aranyfedezet volt, ami átváltható volt, és a bankjegyek elvileg az átválthatóságot biztosították egy ideig. Aztán rájöttek, hogy felesleges, mert az aranynak szimbolikus jelentősége van, és a reálgazdaságban lévő áru, illetve értékmennyiséget szimbolizálja, de önmagának nincs áruértéke, nem lehet vele semmit csinálni. Ékszert lehet belőle csinálni, aztán majd megenni nem lehet. Ezért a szükség szerint nem ez a misztikus történet, hogy valakik ellopták az aranyat, meg az amerikaiak, a Fort Knox-ba őrzik a világ aranyát. Ez mese habbal, tehát nincs rá szükség. Az, hogy ma a világgazdaságban vesznek aranyat, a Orbán Viktor is vesz némi aranyat, a Putyin is vesz némi aranyat, ennek mindössze bizalomerősítő jellege van, de ez a töredéke a pénzforgalomnak, inkább egy jelzés, hogy mi elég erősek vagyunk, még egy kis aranyunk is van, de egyébként ha a valutakrízis betörne, a hajunkra kenhetnénk az aranyunkat is. Zárójel bezárt, ez az én személyes véleményem. Mit adott kényszeres? Én visszatérnék oda, ami kérdést tettél fel. Mi az, amit a jog biztosít? Ugye mivel elindultunk ezen a vonalon, ugye mi is dolgozunk egy ilyen koncepció, egyelőre nem tudok mondani részleteket, mert veszélyezteti a létrejöttét. Tehát nekünk is van egy koncepciónk, és amikor elkezdjük felépíteni a pénzügyi koncepciót, mindig meg kell nézni, hogy az aktuális hatalom hogyan fog ehhez viszonyulni. Legyen arany, bármi. Tehát, hogyha egy rendszer még olyan erős, hogy bármikor jöhetnek és vihetnek, mert érdeket sértettél, ezt így hívják. Tehát ki lehet nyomni aranypénzt, ez is pénzt, annyi mindent ki lehet nyomni. Amint addig nem fognak beleszólni, ameddig az emberek egy töredék része, mondjuk úgy, hogy játszik vele. Addig nem szólsz, de amikor tömegek elkezdik használni, akkor jönni fog a tek és elvisznek. Ilyen ügyek történtek például a svájci sóskarendszerrel, ahol adóügyi feljelentések történtek azonnal. Tehát itt egyetlen dolgot lehet csinálni, mindig vissza, minden út Rómába vezet. Tömegek. És amikor én elkezdtem dolgozni, ugye amit beszélt a Juhászról, és ők is csináltak egy média rendszert, egy közösségi rendszert, hogy tömegeket kell összefognunk, egy olyan hálózatot, hogy amikor te a pénzrendszert létrehozod, akkor 100 000 felhasználó azonnal legyen.
Addig babaházban játszunk és beszélgetünk ideákról. Tehát itt nézni kell azt, hogy vannak ideák, igen, tök jó gondolatok, mindig kell gondolkozni, de az, hogy a mai világban mi van, akkor azt viszonyítani kell ahhoz, hogy te el akarsz. Én beszéltem a Juhász Gergő, ugye a Konkrúz ZRT-nek, az aranybefektetési ZRT-nek a vezérigazgatója hívott meg egyszer, hogy hasonló dolgokról beszélünk. Mondta, hogy én kérdeztem tőle, hogy egy ilyen arany alapú bankrendszer, mi a realitása annak, hogy létrehozzunk. Azt mondta, hogy az ő Trezor rendszerében, hogyha van 20 ezer ember X befektetett tőkével, akkor lehet alapítani egy ilyen alapú bankot, ameddig ez nincs meg, addig azonnal elvisznek. Tehát itt ennyi. Na most, hogyha a meglepetések évét fogjuk élni, jusson mindenkinek eszébe, a következő egy-két hónapban olyan dolgok fognak történni, ami, hát én ugye, mint a Zsolt is, én is az asztrológia oldaláról eléggé vizsgálom ezeket a dolgokat, mert mindig eléggé mutatja a jövőt, és mindig bejönnek részletekben, nem feltétlen lehet megmondani, de tendenciákban meg lehet mondani, hogy ez az év áprilisa az évszázad meghatározó fordulatát fogja okozni. Szóval szerintem itt azt kell csinálni, hogy kell nézni, mi fog történni az elkövetkezendő pár hónapban, és egy kicsit reflektálva az Attilának a dolgaira, valamint az Ercsei Attilának a dolgaira, hogy amikor őrültnek konfliktus és beomlás van, mondhatnék dolgokat, hogy igazából be van omolva Németország gazdasága, az Európa a központi bank törve. Tudnék részleteket még mondani, ez az emberekhez még nem annyira jutott el. Lényeg az, hogy olyan konkrét beomlások lesznek ebben az évben, hogy lehet, hogy a hosszú távú tervek fontosak, de az a legfontosabb az, hogy holnap mit fog enni a családunk. És ez a rendszer nem jelenti azt, hogy nem kell majd aranyban gondolkodni esetleg később, lehet az is, de az, hogy ugye az Attilának a rendszer az, hogy a termék legyen, tehát egy olyan rendszert építsünk fel, ami a termék a biztosíték, hogy neked van mézed, neked tudni, stb. És az az érték. És van egy váltó, amin ez megy körbe. Tehát egy olyan rendszert kell felépítenünk, ahol százezrek vannak egy ilyen kapcsolódásban, és a termék legyen először, aztán, hogy azt megbiztosítod aranyjal, stb. Én sem látom a realitását a mai világban annak, hogy arany érmékkel megyünk ide-oda és veszünk kenyeret. Tehát ezek jó gondolatok, csak nézni kell azt, hogy mi van ma itt, mi használható, mit engednek. Meglátjuk, hogyha a rendszer megrogy, akkor mi lesz a szitu, de addig a terveket kell csinálni, hogy akkor hogyan tudunk egy alternatívát beállítani, hogyha tegyük fel elszáll a fiat rendszer. Tehát az euró és a dollár az ebben az évben nagyon-nagyon gyanús, hogy itt el fog csúszni. Hogyha a dollár elszáll, ugye a dollárhoz hozzá van kötve a forint. Tehát akkor csúszik vele a forint. Hogyha a fiat pénz megcsúszik, akkor itt mi semmivel nem megyünk semmire. Se az aranybányánkkal, itt az van, hogy te ma mit fogsz enni. Egy barátom, Somogy Vámosan egy barátom van méhész, honnan múltkor beszélgettünk erről, azt mondja, nem érdekli, mert a nézet az mindig el lehet cserélni. Őt nem akar aranyba fektetni, mert neki van méze. Tehát, hogy itt nagyon fontos lenne azt megvizsgálni, hogy amikor én beleláttam abba, hogy milyen mélyen történt, például a digitális valutához lenne annyi hozzáfűzésem, hogy bármilyen digitális, hogy mondjam, tranzakciót 30 ember lát. Tehát akkor elutalsz egy pénzt, 30 ember látja. Mindegy milyen zárt blockchain rendszer, stb. Titkosszolgálati módszerekkel minden lehet nézni. Tehát ez ahol nem lehet kimászni, egyetlen dolog van, egyetlen módszer van az, hogy bizonyos platformokon összejövünk, és sajnos itt a nagyon fontos a személyes találkozás, amit hangsúlyozott a Németh Zoli, nagyon fontos, de az a második lépés. Az első lépés az, hogy hol találom meg a másikat. Ezért csináltam például a Péternek közösségi oldalt, meg van ugye a Juhász Zolinak is egy oldal, meg vannak ilyen kezdeményezések, meg kell találnunk, hogy ki hol van, kinek milyen van, és nagyon gyorsan kell szerveződni, mert nem nagyon van idő. És ugye hát elindulni, hogy terméket kell előállítani. Hát nem van időből, hanem kimegyek a kertembe, és amikor neked több cukinim van, akkor én tudnom kell azt, hogy hol van a másik. És akkor arra majd lehet valami hirtelen, valami váltórendszer csinálni, amivel azt lehet mondani, hogy,
ó, oké, akkor van egy érték, én adok neked, hogy az egyiptomi pénzrendszer volt ilyen, hogy bevitted a kosár valamire, és kaptál róla egy váltót. És akkor a váltóval tudtál egy másikat. Tehát ez igazából, amikor ilyen dolgokról beszélünk, meg kell hallgatni olyan komoly pénzügyi szakembereket, akik ezt nagyon ilyen látják, az Attila is ezt látja, még itt vannak azért páran, de tudni kell azt, hogy mi a realitás. Tehát, hogy mi milyen körülményekben vagyunk. Most én úgy érzem, hogy egy nagyon komplex problémakörnek egy elemét fetisizáljuk, és hangosabban. Azt hiszük, hogy ez a fetisizált egy elemnek a rendbe rakásával maga az egész komplex világ rendbe fog jönni. Ez szerintem tévedés, ugyanis a pénz semmivel sem értékesebb, mint az az áru, vagy az a egymásra utalt együttműködési hajlandóság, amivel a létünket biztosítani tudjuk. Az, hogy alapvetően mire van szükségünk, az nem egyenlő azzal, amit ebben a túlcivilizált világban mint igény, mint luxus igény meg tudunk fogalmazni. Ha baj van, akkor nagyon felértékelődnek a valódi alapvető szükségletek. És ezeknek az alapvető szükségleteknek a rendelkezésre állása nagyon bonyolult összjátéknak a következménye. Tehát amikor azt hiszük, hogy egy tájegységben 1500-2000 ember képes úgy összehangolni a saját tevékenységét, hogy az ottani szükségletek, alapvető szükségleteknek a 25-30%-át egyre elállítják, akkor rá fogunk jönni arra, hogy számos dolgot neki térségen kívülről kell megvenni. És ebben a pillanatban, hogyha az zárt közösségből kénytelen kilépni, ki van szolgáltatva annak, akitől azt megveheti. Ha az nem ugyanolyan szellemiségű, mint ő, hogy méltányos cserével el tudják egymás között számolni a dolgokat, de mindig csak ebben az egységben kell látni, és ebből kifolyólag a steril önellátásnak a lehetőségét ennek elképzelhetetlennek tartani, rövid távon legalábbis. Óriási hiányok mellett lehet valamelyest csökkenteni, és nagyon komoly szervező munkával lehet eljutni. Na most, mindaddig, ameddig ezek az egymáshoz kapcsolódó tevékenységek tájegységen belül általunk végzetten hajtódnak végre, ott nincs is szükség pénzre. Ott mézért, mit tudom én, árpát, a disznónak, stb. A trágyáért, búzát, sok mindent lehet kapni, anélkül, hogy pénzt kiadnánk. De abban a pillanatban pénzt kell kiadni, hogyha ennek az életvitelnek valamelyik elemét én a közösségben, vagy kapcsolódó közösségekben erre nem tudom állítani. Ebből kifolyólag mindig szükség lesz sajnos fiat, vagy legális, vagy nem tudom milyen pénz használatra, de nagyon meg kell gondolni, hogy minek a fölkínálásával jutok én ahhoz, hogy azt megvegyem, amire nekem szükségem van a létbiztonságomért. Tehát meg nem mondva, ha tőlem vesznek, mindig olcsón akarnak venni, ha én vásárolok, mindig drágán akarják adni. Aki erősen pozícióban van, sajnos az diktál. Tehát én ebben az összefüggésben nézném, a alapvető létfenntartás szemléletében nézném a pénznek a szerepét, és ez egy, hát, hogy mondjam, a Rudolf Steinernek nagyon logikus az a logikája, hogy van a cserepénz, van a befektetési pénz, meg van az ajándékpénz, ez egy teljesen logikus dolog, és ő elismerte a Silvio Gesellnek is igazából a, hogy mondjam, a amortizálódó pénznek a gondolatát. De nem önmagában kell a pénzt nézni, annak lehetnek technikái, hanem ebben a nagy komplexumban együtt, és ez a kulcskérdés. Két fölvetésem van kérdésképpen, hogy az egyes elképzeléseknél, terveknél mennyire van egy szélesebb portfólió arra vonatkozóan, hogy amit itt Nitál is említettem, nagyon-nagyon fontos, hogy alapszükségletek, alapkészítetések és különböző helyzetekre
megoldások, tehát különböző szinteken, mert hogy mindegyikre kell megoldás. Ez egyik, a másik, amit ti felvetettek és Attila mondta, hogy jut el ez az emberekhez, tehát milyen a koncepciótok, hogy jut el az emberekhez, mert hogy mondtam, hogy azon múlik, hogy igen, de az emberek mit reagálnak rá, erre van-e koncepció? Bocsánat, még én is kérdeznék, hogy hozzászólnék. Szóval, amit elmondhatok itt eddig, abból számomra az nem derül ki, hogy hol lesz itt az összefogás. Amikor azt kérdeztem, hogy mennyibe kerül, akkor erre céloztam, hogy hol lesz az összefogás, ki fogja tulajdonolni azt a pénzt. Mert ugye jó, ha most így el lehet ezen tiritolizni, hogy ez ennyibe fog kerülni, meg annyiban már megcsináljuk, meg nem tudom, de hol a projektterv, hogy mennyibe kerül, ki csinálja meg, kinek a tulajdona lesz, hogy adják össze, vagy hogy indul ez az egész. Ezt nem látom, és én már most benne vagyok legalább egy évre, inkább 2-3 ebben, hogy hallom, látom, csak éppen azt nem látom, hogy mikor indul el, és hogy ezt összefogás kerül. Először is én nem akarok senki sem meggyőzni. Mindenki olyan pénzt csinál, amit akar. Hozzáteszem, hogy amikor Amerikában a Federal Reserve-et létrehozták egy nagyon aljas, előre megszervezett akciósorozat részeként, amiben benne volt a Titanic is, mert a Titanicon utaztak azok a bankások, akik ellenezték a Federal Reserve létrehozatalát, és a Morgan az lekéste a hajót, ugye, nem érdekes. És utána egy puccsal megvalósították. A Federal Reserve életbe létezése előtt Amerikában 500 féle pénz volt forgalomban. Tehát 500 féle pénz, és működött az amerikai gazdaság, gond nélkül. Én nem félek, hogy itt lesz két önálló pénz, vagy három, vagy négy, legyen. És ahogy a Thomas Mayer, a Deutsche Bank volt vezető közgazdásszal nyilatkozta 2019-ben, új pénzrend kell, és lehet, hogy ez úgy fog megvalósulni, hogy alternatív valuták versenyében legyen, csak ne tiltsák be. Aztán hozzáteszem, hogy én megértem József türelmetlenségedet. Én 30 éve foglalkozom ezzel. Nagyon türelmetlen vagyok. És azt látom, hogy mi történik. És akinek nincsenek megértési problémái, az a csapat, akik a CBDC-t csinálják. Mert ők pontosan tudják, hogy ez az út, amin mi haladunk, ettől ők félnek. És ennek a karikatúráját valósítják meg, mert az ő pénzrendszerük kísértetiesen hasonlít a miénkre, csak a feje tetejére van fordítva. Egy központból kontrollál mindenkit, míg mi az ellenkezője, az egyes ember a helyi közösség kezeli, és ebből egy szerves integráció. A válaszom az, hogy igen, de a mai kényelmes, intellektuális tudatunk ahhoz van szokva, hogy kész recepteket szeretünk kapni. Hát erre nincs recept, mert ez szervesen fejlődik, ez egy szükségszerű, organikus fejlődés. A gazdaság egy organizmus, tehát a szociális organizmus szociális organizmus, ugye a társadalom az egy organizmus, analóg az ember hármas felépítettségével. És ez egy láthatatlan élőlény, amiben mi minden egyes individuum egy-egy sejtje ennek a láthatatlan organizmusnak. Ennek egy része a gazdasági organizmus. Annak egy szerves része a pénzfejlődés, ami egy organikus folyamat. Nem a Rudolf Steiner találta ki a hármas pénzfunkciót, az a római birodalom óta működik, akár tudunk róla, akár nem, hanem ezt elrejtik előlünk, hogy majd intézzük mi, majd az állam, meg a bank, ez túl bonyolult, de ezzel ne foglalkozzatok. Ezt az Obama meg is mondta, hogy hát majd a nagy dolgokat bízzátok ránk, ti csak intézzétek a családi küszeg melegét egyenek. Mondta ezt Hiroshima-ban, ahelyett, hogy bocsánatot kért volna a japánoktól. Tehát itt arról van szó, hogy bele kell mennünk, föl kell nőnünk a feladathoz, az ismeretlen felé kell elkezdjük járni önállóan,
mert nincs recept. A recept az, hogy a gazdaság egy organizmus, a gazdaság előtt mesterséges akadályok vannak beépítve, mert szivattyúzzák ki belőle az életerőt. Ezt föl kell ismerni, érzékelni kell, hogy egy organikus folyamatot, ez nem intellektuális jellegű. Ezért lehetetlen, hogy én ezt egy 20 perces előadásban előadjam. A minimum egy két éves stúdium, amiben ezzel áról bére el lehet jutni és meg lehet ismerni, de ezt fölgyorsítottuk bizonyos részeit, és ez megvan a pályája, hogy ebből hogy lehet, azt két mondatban elmondtam, hogyan lehet a helyi közösségből települési, megyei, regionális és országos, annál nem kell nagyobb, egy országos, egy nemzetgazdasági valuta rendszert kell létrehozni, az is abszurd, hogy egy globális valuta legyen, az is abszurdum, önmagában a gazdaság működésével ellentétes. Tehát ebbe bele kell menni, és azért azt mondom, hogy a mai nap ezt nem fogjuk tudni megoldani, nem akarok senkit meggyőzni bele. Hát azt mondjuk, hogy két-három hónapban. Meg hogy elsősben történik, hogy valami. Meg hogy ne később érjen. De bocsánat, a George Webb, aki a top befektetési tanácsadó, nem tudja megmondani, hogy mikor indítják az valuta a krízist, de hogy el fogják indítani, ez biztos. Nekünk arra föl kell készülni, és én azt mondom, hogy mikrofon. Ez egy tanulási folyamat, amit el kell kezdjünk. És itt ezt föl lehet, hogy mondjam, villantani, indítatást adni, hogy akinek van kedve, az menjen bele, kezdjünk el tanulni, kezdjük el működtetni. A legfontosabb, hogy csináljunk kosárközösséget, hogy legyen mit enni fél év múlva. Ez nem tréfa dolog. Ahhoz adunk mi pénzt, ha használjátok. Ha nem használjátok, az a ti dolgotok. Pont. Bocsánat, hogy elvettem a kis mikrofon. Na, engem hívott Novár Attilának, akire hivatkozott is az első Attila. 35 éve informatikában foglalkozom. Alapjakatán, és itt én az összes többi dolgozói falunknak nem látok ellentéket. Ezek abszolút összetésű és egymást támogató dolgoknak gondolok. Az egyik, a másik van egy jó hír, meg egy rossz hírem, sőt két jó hírem van, és egy rossz. Ezeket váltakozva elmondom. Az első jó hír, hogy ez a saját pénzrendszer, ez kész van. Működőképes. Van három fejlesztési eleme, amin dolgozunk, és ez az a bizonyos két-három hónap, amit ez. Ha bármi is történik, ez meg fog lenni, amíg mi vagyunk. Mindjárt mondom, mi ezek. A rossz hír az, hogy Gyulán Szalitól vettem ezt az idézetet. A sült galamb röppájája az elkerülő Kárpát-medencét. Tehát erre nem tudunk várni, nem rajtunk múlik, hogy ez működőképes-e vagy nem, hanem azokon, akik használni fogják, vagy nem. A három fejlesztési elem, amit dolgozunk, és azzal teljes lesz a kép, az egyik, amit nagyon-nagyon senki nem gondol rá, abszolút nem gondolta rá, egyetlen egy társaság, ami ezzel foglalkozik, mi gondoltunk rá, mert ezt csináljuk 10 000 éve, ügyfeleink vannak erre, azt nézzük meg, hogy ugye bárhol vásárolnak egy boltba, vagy nagykereskedésben, aki vállalkozó vesz bármit, ott azok a cégek, vállalkozások szoftvert használnak. Valamilyen szoftvert, amivel számláznak, pénztárat kezelnek, mit tudom én, egy csomó funkció. Ezek a szoftverek mindegyiket kivétel nélkül alkalmatlan, mind a saját pénzrendszer, mind a kriptovalutának a kezelésére. És ha bedöntik akár mind a kettőt, akkor ez megy a levesbe. Tehát nincs alkalmas szoftver. Anélkül meg nem működtethető egy komplex logisztikai rendszer, ami a beszállítótól a kiskert vagy a fogyasztóit tart. Tehát ezt mi csináljuk, vannak erre ügyfeleink, tehát erre alkalmasak a szoftvereink, és az egyik fejlesztés az, hogy kezelni tudjuk mind a két pénzrendszer. A saját pénzrendszer kezelésnek részben már működik is. A másik, hogy megcsináljuk a ugyanezek rendszerekből a váltás, a hidat, tehát hogy a kriptopénz meg a saját pénz, ez a fiat pénz közti váltás meglegyen autóvizsgán. A harmadik meg az, hogy amire szintén nem gondolnak, és erre pedig letettünk egy IT stratégiai tanulmányt,
hogy mi van akkor, ha ezt pedig kisebb cégek is megcsinálják. Mi van akkor, ha nincs közösségi média? Leáll a Facebook, leáll a Google. Nagyon sok jelen lennek már, sorba kezdtek válni. Nem működik rendesen a Gmail például, nem tudom, tudják-e. Mi van akkor, hogyha nincs internet? Mi van akkor, ha nincs áram? Mi van akkor, ha nincs pénz és bank? Ez egy stratégia, hogy ez mit lehet alternatívának csinálni, ez meg lehet, ezeket mindig lehet védeni. Az egyik legfontosabb része, a legvégén, ha nincs semmi, akkor is működtetni kellene tudni egy ilyen rendszert, mégpedig elektronikusan. Hogy a fenébe csináljuk meg, hogyha nincs se áram, se internet, se semmi. Úgyhogy teljesen offline módon, azaz létre kell hozni ezekben a közösségekben olyan belső hálózatot, ami alkalmas a saját pénzrendszer kezelésére, és ez a saját pénzrendszer, amit mi csináltunk, ezt tudja is. Csak a fejlesztésben meg kell csinálni, hogy mit tudom én, legyenek olyan kártyák, mint amivel szerintem olyan találkozunk, mondjuk egy borfesztiválon, hogy vett egy kártyát, és azzal fizetett, és azzal itt a borokat. Ez ugyanez, és ott offline-ból ráírták. Tehát ráírták a kártyára, hogy azon mennyi pénz van. Ezt meg lehet csinálni. Ez a három fejlesztés van. Csak a sürgalom miatt ez nem két fülke. Ezeket meg kell finanszírozni, mert sajnálatos módon még nem tud a saját pénzébe tankolni a benzint. A módon sajnos nincs a rendszerben. Jó lenne, egészen addig, ezeket sajnos meg kell finanszírozni, és ezek a dolgok. Köszönöm. Jani, egyet mondjak a nyitaikhoz kivészítünk. Ez nem igaz, hogy mindenki látja, tehát a kriptovalutáknak a lényege, a blokkláncnak a lényege, hogy kettő darab fél látja, a küldő és a fogadó. Senki más. És ezért nem is nagyon tetszik neki. Bemutatok már egy olyan szakembernek, aki megmondja azt, hogy a küldő és a fogadó közötti csatornát minden titkosszolgálat látja, tehát ezt sajnos nem tudok egyetérteni, de majd szívesen összehozok vele, de aztán beszéljétek meg ezt. Te akartam. Köszönöm. Egy mondat elejéig, hogy tanítod egy fogadókhoz. Jelenleg a világban egy dollár mentesítési folyamat zajlik, és azzal, hogy kitört ez a pontosabban ezt az új vásárlót kiindították a háborúval, a világnak a nagyobbik részen csatlakozott ahhoz a korábbi BRICS közösséghez, akik szintén abban látják a saját szuverenitásuknak az egyik lehetőségét, hogy kiszállnak ebből a dollár kereskedelmi világban. Azok a BRICS államok, akik ebben a régóta gondolkodnak, valóban egy megoldást tesztelnek már, tehát ez nem kell, hogy egy alapvetően árufedezetű kereskedelemben térnek vissza, kombinálva egy alapvetezetű bizalmi réteggel, ahogy az Attila is mondta. Na most ezt azért érdekes a számunkra, mert hogyha ők már ebben gondolkodnak, akkor meg tudom erősíteni az előttem felszólókat abban, hogy a mi saját kis közösségeink is nyugodtan gondolkodjanak ebben, hogy tudnak olyan partnereket, közösségeket felépíteni, hogyha minden szólik, meg Isten, akkor is az egymás közötti árucsere légyi szolgáltás működjön, és akkor már utána úgyis tovább fogunk lépni. A másik, az önkormányzatiságnak ugye a helye, jelenlően tényleg becsatlakoztunk minket a kezdeményezésbe, mert hogy az önkormányzatnak is pont a szuverenitása milyen szükség van saját forrás képzésre vagy forrás bevonásra. Az állami rendszerben eleve is vagyunk benne, meg hosszú távon jön, meg én ezzel nem számolok, ugyanis az égi szuverenitás rovására megy, hogyha valaki mástól kapod a finanszírozást. Tehát nekünk létszükségünk az, hogy ez a rendszer létrejöjjön, mert szeretnénk használni a lemondottak alapján. Még annyit tennék hozzá, de ez egy hosszú távú javaslat, hogy mi abban is látunk fantáziát, hogy még a békebeli svájci pénzrendszer mintájáról egy többszintű stratégiát, egy többszintű rendszer érdemes lenne kidolgozni. Ott is van a svájci banka, az egész országban használ, aztán van a BIR, ami egy másik rendszer, és a tartományoknak is van, a kantonoknak külön-külön sárkis helyi pénze.
Ez, ahogy elhangzott, valóban már támadás alatt áll, de a koncepció csökkenti a kitettségét minden közösségnek, akár kis közösségről van szó, akár nemzetszintű közösségről. Nálunk a harmadik szintet, ahogy adott a mindenkori államnak a hivatalos pénze, és most ugye fogunk is, mellette még tudjuk működtetni ezt a fajta intelligens pénzt, egyébként a nemzetközi szamizdó kurdon csak vicces pénznek hívja a világpénzt, tehát hogyha még emellett egy harmadik lehetőséget is kijelölünk hosszú távon, ugyanis ennek feltétele magasabb tudatszint, ez pedig a közösségi tőke, ami nem pénz, és azért tőke, mert ugye a mai monetáris rendszerben csak annak a értéke, ami pénzzel kifejezhető, vagy ami árucseréhez fogható nagyjából, vagy ami sortolható, vagy spekulatív célokat felhasználható. A szeretetadó társadalomnak az egyik legnagyobb értéke az lehet, hogy magát az értékrendszerünket rakjuk vissza a valóságba. Egy ilyen közösségben nem csak az az érték, amit anyagi alapú tudunk fejezni. Érték, ha te egészséges vagy. Értéknövekedés, hogyha te a betegségekből meggyógyulsz. Értéknövekedés az is, hogy a gyerekeinket valós tananyaggal tanítjuk, mint pedig ilyen hamisított történetben, vagy visszafogott fizikai bánással. Érték a család. Érték a házasság. Érték a környezetünknek tisztasága. És így tovább, és így tovább. Ez kifejezhető, nem mindig pénzben, de sajátos belső közösségi értelemben. Hogyha ebből indulok ki, és hozzáteszem azt, hogy az univerzumnak a 99%-át egy úgynevezett szeretett energia táplálja, az a forrása mindennek, akkor ki tudjuk cserélni a monetáris pénzünkből ugye megtanultakat. Én úgy tanultam, hogy ugye öt alapfunkciója van a pénznek, én mondjuk hatot használom, hogy ettől gyakorlatilag csak az értékmérő eszköz marad, hogy cserélnek átlátó eszközben, és megtakarjuk másik célaira, ebben az esetben nincs, hiszen ha az univerzum 99%-a szeretet, akkor mit akasztalatják egyébként? Nincs rá szüksége? A másik a spekuláció is szeret megint. Nincs szükség életet, nem életszerű, szeretet alakú világban, hogy te spekulálsz, mert ott van, abból áll minden, annak az áronlásokat, az egész életet, a folyóhozását, minden. És itt tovább, és itt tovább. Ha nincs hiánygazdaság, szándékosan működtetnek itt a világban, akkor nincs korrupció, nincs korrupciós pénz, nincs hatalmi pénzség. És a végén eljutunk a hatodikhoz, nincs terrorizmus sem. Tehát leszűkíthető egy teljesen más létezési síkra ennek a használata, ami ráadásul nem pénz, de ahhoz, hogy ez bevezetésre kerüljön, ez egy folyamat. És elkerülhetetlen a tudatossági kérdés, a tudatosságunk emelése lényeg, vagy a felállítottunk kiterjesztésre tudjuk ezt csak használni. Viszont azt elkezdhetjük, hogy már most gondolkodunk róla a saját pénzrendszernél, ugyanúgy az első időszakban tőkeáttételre van szükség. Tehát azokat a megtakarításokat, hogy szponzorpénzeket kell betérnünk az elején, hogy az egész szerint igen. Ez a társadalmi tőkénél is így lesz. Csak javaslatként mondom, hogy gondolkodjunk hosszú távon is, párhuzamosan a rövid távú célokkal, mert belefér a kapacitásunkban, a tehetségünkben, meg a lehetőségünkben. Köszönöm. És mikor hallanak is minden szót, az is jól meg lehet. Ilyen próbálat hangosan. Én egy Józsefnek reagálnék itt erre a dologra, hogy mondhatod, hogy mi csinálunk, hogyha áprilisban már itt elkezdődik egy olyan folyamat. Pont erről beszélünk, hogy ez egy folyamat. Tehát amiben nem jutottunk előre az elmúlt három évben, ugye a legfőbb ok az az, hogy nem szorít eléggé a cipő. Tehát amikor valami elkezd megrogyni, akkor olyan mértékben állnak össze majd ezek a úgynevezett szerveződések, elválik, hogy mi működik, mi nem. Tehát amit használatba kerül valami, a szükség miatt, akkor abszolút én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon be fognak gyorsulni ezek a történetek. Tehát itt elég egy megrogyása ideiglenesen valaminek biztos fognak találni, majd hirtelen ilyen részmegoldásokat. Tehát itt az egész következő évek az arról szól, hogy időről időről mind van egy nagy megrogyás.
És például ebben az évben, mondom, áprilisban tehető egy ilyen történet, valami lesz. November körül eléggé kiszámítható, hogy november amerikai választások összefog minden mindennel, szóval ott is lesz valami. És aztán utána itt szépen hullámokban indulunk ezzel. Én megmondom őszintén, nagyon várom ezt a helyzetet, mert a langyos vízből ki fogunk lépni. És akkor itt, aki már gondolkozott azon, hogy tényleg meg kéne keresni a szomszédot, tényleg hozzá kéne nyúlni a kerthez, tényleg el kéne jönni egy találkozóra, akkor az ott is lesz. Tehát itt a mi fejlődésünk az így fog fölfelé menni, az összes törekvések, hogy egy párhuzamos verziót akarnak, mert meg lesz a tömegi támogatás. Tehát ami most nincs meg, mindenki kényelmesen ül otthon, és hát jó gondolatok, meg filozófálom, meg eljárunk ilyen helyekre. Amikor majd konkrétan az lesz, hogy tegyük fel, x ideig nincs ez, vagy nincs az, vagy egy komoly válság lesz azzal kapcsolatban, hogy oké, a benzin, a pénz, biztos mondom, ki fognak találni valamit, nem fog azonnal minden összeomlani, tehát nem fog ez az évekbe fog kerülni, de mindig van egy megrogyás. Azzal az erővel mindig föl fog bukkanni egy nagy fejlődési lehetőség, és ez fog is történni. Tehát ezt csak ezt akartam, hogy végre már valahol majd elindul a megrogyás. Egyébként, hogyha asztrológiai szempontból nézzük, az első három év, ugye ez a 20, 21, 22, talán a 23 is arról szólt, hogy ébredezünk elméletben. A 2024-es év az arról szól, hogy elkezd minden lejönni az anyagba. Elkezd megvalósulni, és itt tényleg elkezdődnek most már manifesztálódni a dolgok, a leomlás is, meg a fejlődés is. Tehát egyébként pedig a március 21 lesz az évváltás, tehát nagyon érdekes az március 20-a. Ugye az asztrológiai év az úgy megy, hogy mindig a tavasz már kezdődik az új év. Tehát még igazából 2023-ban vagyunk energetikailag. Meg fogjátok látni, hogy mekkora nagy változás lesz, amikor átmegyünk, így megjön újra a fény, és akkor majd elindul egy nagy lendülete az új év, hogy itt van csak kapodik a fejünket, de azért kellenek ezek az összejövetelek, hogy tudjuk, hogy milyen irányba induljunk. Tehát amikor a kapkodás van, akkor tudom, hogy mi a verzió, és ezt próbáljuk szerintem az ilyen rendezvényekkel megtámogatni. Szóval azt gondoljátok, hogy párhuzamosan mindenki csinálja olyan pénzt, amit akar, mert hogy egyelőre nehézségek hiányon látszik az összefogás lehetősége, meg a közösen alakítani valamit, hanem majd csak valaki csinál valamit. Egy pillanat. Szeretnék egy szavazást kérni tőletek. Három lehetőséggel lehet szavazni. Az egyik az mindenféle elköteleződés nélkül. Az egyik az, hogy úgy gondoljátok, hogy tovább és ezt a nagyszerű magyari forintot, ami most van, ebben akarjátok tartani a pénzeteket, mivel rendkívül stabil, csodálatos és remek. A másik lehetőség az, hogy egy kriptovalutába próbáljátok ki a jövőt. A harmadik pedig az, hogy egy nemes fém alapú pénzrendszerben akartok gondolkodni a jövőt illetően. Termék. Konkrét termék. Az mind a háromnál adott. Az mind a háromnál adott. Szóval legelőször is azt tegye fel a kezét, aki továbbra is makacsul a jelenlegi magyari forintra látja a legjobb helyét az értékének. Akkor is, ha nem makacsul. Egy embert látunk. Amúgy ki már ilyenkor jön, A második, aki kriptovalutában gondolkodik, tegye fel a kezét. Aki kriptovalutában. 2, 3, 4, 5. Igen, ki az, aki nemes fém alapú pénzrendszerben gondolkodik? Nemes fém, arany alapú. Kitettem több a hosszú asztalra többféle szórólapot.
De a szórólapok nem mások, mint különböző képzésekről van szó, többek között van erdő, vadnövény, tábor, stb. 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 Ezeket azért csináljuk, hogy az embereknek ne kelljen szűkölködni. Aki részt vett már ilyen táboron, az nagyon jól tudja, hogy a természetben, legalábbis hegyvidéken ott, ahol én élek, olyan mennyiségű ehető élelmiszer alapanyag van, hogy hízó órát lehet télen, nyáron, ősszel, tavasszal folytatni, csak az emberek nem ismerik, mert elfelejtették ezeket. A legkevésbé, amitől én félek, hogy is mondjam, csak hogy éhezni fogunk, az szinte teljességgel lehetetlen, mert mondom, nincs olyan évszak, amikor hihetetlen mennyiségű élelmiszer ne volna a természetben. Sokkal nagyobb gond az energiahiány és más egyéb dolog, de ezekre is van megoldás. Én nem azt mondom, hogy egymás ellen kell küzdeni, hanem azt mondom, hogy belőle egymásnak a tapasztalatait kihasználva összefogni annak érdekében, hogy ezt a jelenlegi pénzrendszert és annak a hiába valóságát kiküszöböljük az életünkből. Ez a megoldás. És erre szeretnék mindenkit kérni. Tehát azt tudatosuljunk bennünk, hogy virtuális világba élünk, virtuális pénzt használunk. Ez mit jelent? Az, hogy nézem, látom, fogom, de valójában semmi közöm hozzá, semmi nincs. Az igazi világ, ha kimegyek a természetbe, leülök egy fa alá, átölelem a fát, állatokkal vagyok, emberekkel, ez kell, nem a virtuális világot. A virtuális pénz, ha bevezetik, annyit jelent, hogy semmi pénzem nincs. Minden az ő tulajdonuk, minden virtuális pénzben elvehetik, belenyúlhatnak, bármi lehet vele. És ne felejtsük el, hogy a virtuális pénzzel, a virtuális világgal értékválságot hoznak létre. Mondok egy példát, Egerka az idén is, tavaly 80 forint volt egy kiló szőlő fölvásárlására. Egy gombóc fagylal 600 forint. Hát ez az igazi értékválság. 600 forintot 2 forintért megcsinálom, a szőlőt meg belefektetek több ezer forint energiát. Ezt hozzák létre mesterségesen. Ezért lenne jó az arany. Itt Magyarországon adottságunk a bőrzsön csak egy aranybánya. Ugyanennyi van a pakonyban, van még egy csomó, ami van. Kétel meg megcsináljuk saját magunknak, és nem hagyjuk elvinni, mint eladták a nagy aranykészletünket például, ami volt. Ilyen alapút kell, mert az, ha arany van, ha nincs pénz a zsebemben, akkor én soha nem tudom, hogy mi az érték. Minek mi az értéke? A gyerekem nem fogja tudni, van a izén, ja, csak elfogyott a telefonom a kártyáról, vagy a pénz a kártyáról. Azt veszem észre. De ott van arany, és akkor az aranyat azt mondom, hogy ez megére annyit, mint az, akkor elkezdem gondolkozni, és megveszem. Nem lehet inflációt csinálni, nem lehet semmit csinálni, ha arany alapú a pénz, mert akkor el tudom gondolni, hogy most én elköltöm, vagy nem. Nem merik megcsinálni az inflációt, azt nem veszem meg. Attól veszem meg van. Az, hogy a gyermekekben, a fiatalokban érték valami kialakuljon, ahhoz kellene ezek a fix dolgok, ami fix értéke. A virtuális világ nagyon rossz. Én is hagyd szólaljak meg, ha már előttem. Nagyon nagyhívű és érdekes és nagyon jövőben mutató dolgokat hallottam itt. Mind az aranyok, mind a virtuális fajta pénz. Nem tudok állást foglalni a saját nevemben, az az igazság, mert minden van, ami tetszik. Olyan is van, ami nem tetszik. Csak azért jöttem el, és azért szólalok most meg, hogy én is elmondjak valamit, ami létezik, és talán nem tudtok róla mindannyian. Gyakorlatilag olyan, ami nem terv, hanem tulajdonképpen működik. Picibe igaz, hogy nagyon picibe működik csak és helyszinten, és csak néhány helyen. Ez is egyfajta megoldás arra, hogy pénzkímélő módon juthassanak emberek hozzá a dolgokhoz. Tehát egy pénzhelyettesítőt használunk abban a körben, ami egy cserekör tulajdonképpen is településenként tud létrejönni. Suskakörnek hívják, több helyen működött már az országban, volt, ahol elhalványult, ellangadt, volt, ahol újjászületett. Én a kiskonféletjáli suskakörnek vagyok az alapítója, és egyik mindenese. És hát rajtunk kívül még működik Kecskeméten is, Szabadkán,
Budapesten úgy tudom, hogy újjáéled, most már létrehozták újra az országos suskakör honlapot, azt esetleg meg lehet tekinteni, majd ott rajta vannak a működő suskakörök. Suskakör.hu, nagyon egyszerű a honlap címe is, ékezettel kell írni, tehát nem ékezett nélkül kell beírni, és akkor jelenik meg a honlap. Nagy szeretettel javaslom mindenkinek esetleg azt, hogy amíg ezek a nagyobb ívű dolgok váratnak magukra, nem jön létre valamelyik, vagy akár bármelyik, akár több is egyszerre, addig esetleg ilyen pici mikro szinten, helyszinten működő megoldásokba be lehet kapcsolódni, ezt csinálni, vagy ezt is csinálni, és akkor kialakulhat valami olyan dolog is, hogy addig is van miből élni, gazdálkodni, van lehetőség arra, hogy értékek korrekt módon gazdát cseréljenek emberek között, úgyhogy gyakorlatilag tényleg mindenki a legjobban járjon ebből. Köszönöm szépen! Felhoznék egy... Megint visszatérnék, egyébként nagyon jó volt. Mindenki tök jó dolgot mondott, amit én látok, és pont ez szerintem azt kellene, hogy mindenki csinálja a saját dolgát. Mert lesz egy pont, amikor helyzet lesz, és a működő dolgok ki fognak válni, vagy mi működik, meg mi nem. Tehát lehet szavazni, meg mindent, a krízis helyzet fogja létrehozni azt, hogy mi az, ami működik. Tehát mi az, ami rövid távon működik, és nem mit jelent az, hogy hosszú távon működik. Tehát azok a dolgok, amiket Zoli mondott, hogy krízis helyzetben menjél az erdőbe, és tanuljál meg mindent, hogy mi kell enni, vagy mi a termék. Aztán hosszú távon, hogy kell esetleg menni egy gazdaságban a biztonság és stabilitás, hogy legyen egy aranyalap, az egy megint másik dolog. Hát szerintem itt hagyni kell organikusan nőni ezeket a dolgokat, kell türelem, és mindenféleképpen pont ezt az előbb oda néztem az Attilára, és magába így mondtam, hát krízis kell. Én abszolút egyetértek, mert ameddig nincsen krízis, addig elméletek vannak. És egyszerűen türelem. Mindenféleképpen egybe fog ez az egész olvadni. Tehát én nem félek attól, hogy ez a szerveződés nem fog összeállni, amikor egy krízis bejön. Tehát ennyi. Én ezt kapcsolatban felhoznék egy analógiás szempontot, amiről az előadásokon tudtam beszélni. Mindannyiunknak mire van szüksége? Szeretet energiára, életenergiára, túlélésre. Kvázi ezért folyik a harc a világban. Ez a képviselő a matéria, az áru, az élelmiszer és az ezt helyettesítő pénz vagy bármi. Ami gyakorlatilag időminőségben történik, amit Titá is emlegetett, és ezt most mint jelfigyelő mondom, egy olyan korszakba lépünk bele rohamosan, és a következő hónapokban, amikor a fizikai testünk, az anyaghoz, a formához való viszonyunkat úgy kell átalakítanunk, hogy az anyagot, a formát, a testet nem önlétezőnek tekintjük, hanem tudati és szellemi természetűnek is, illetve a saját személyiségünk reflexiójának. Ha ezt nem tesszük önként, akkor minden, ami matéria, ami azt helyettesíti, az elkezd nagy mértékben átalakulni, krízisbe kerülnek, úgy tetszik összeomlani. És ez részben, ha bizonyos tudatszinten lévő közösségek ezt tudják szabad akaratból tenni, akkor ezek a módszerek, amire föl lehet készülni, azok fognak működni, ha nem, akkor megmarad az, amiből tanulunk egy bizonyos tudatszinten, amikor krízis van, akkor összekapjuk magunkat, és akkor elkezdünk gyakorlatilag összefogni. Tehát ott szoktam mondani, a materializmus korra jár le, és ezek a stációk, amire hivatkozott Nita is, amit mondjuk jelfigyelők, hogy asztrológusok látnak, ezek sűrűsödnek itt a következő hónapokban és években, és én is úgy látom, hogy akkor kapjuk össze magunkat, és ezt szoktam mondani, amikor már eléggé szorít a cipő. Ennek jó előbb elébe menni és kidolgozni koncepciókat, ezért kérdeztem azt, hogy arra, hogy minél szélesebb portfóliót érdemes kidolgozni, hogy legyen árucserére variáció, legyen MSP-re variáció, és hadd ne soroljam mindegyikre, mert erre viszont szükség lesz, hogy lehessen mihez nyúlni, és valahogy az embereket elérni az ügyben. Hát nyilván egy cél, hogy most legyen egy közös platformunk, de ez korválódni fog, ettől én se félek. Hát kérdez, ha más nem kényszerek árán. Okay. Szóval egy perc van, most ezt kisajátítom magamnak. Az első, amit meg kell mondani, és el kell dönteni, hogy melyik oldalon állsz. Tehát, amint te értéket termelsz,
amit el akarsz adni, amit meg akarsz vásárolni, azt melyik oldalon teszed. Ugye nagyon sok orvos van, mondjuk 30 ezer vagy 35 ezer orvos az országban, és annak 99%-a rossz oldalon termelő pénzt. Igaz? Vagy zöldségkereskedő, vagy akármilyen gazda, akármilyen kisiparos, melyik oldalon állsz? Ez az első. Ha jó oldalon állsz, így fog felfelé menni, láthatjátok, növekedni fogunk, gyarapodni fogunk, megtaláljuk majd a pénzt, alternatívát, cselekereskedelmet és így tovább. Tehát az az első, hogy állítsátok át az embereket erre az oldalra, mert az az oldal a halál, az ott el fog pusztulni. A második, hogy cselekereskedelem. Tehát amit értéket megtermelsz, az próbált ezen a közösségen belül, hogy egyre gyarapodjék ez a közösség érték, termelődjék azáltal is, hogy egymással keressük a kapcsolatot. A harmadik dolog pedig, hogy látottuk, meglepett engem is, a többség azért fogni akarja a kezében az értéket, ugye? Tehát a fém érték volt az, amihez mindenki ragaszkodik, és ilyen szempontból a Zolinak a koncepciója jónak tűnik. Tehát jogos az, hogy csinálja mindenki, amit elkezdett, csatlakozzunk azokhoz, ami életképes, és össze fog ez állni, ahogyan Itály mondja, amikor majd a probléma lesz, akkor valószínűleg egyesülni fog az egész. De a legfontosabb még egyszer az, hogy a jó oldalon álljon mindenki. Jó, én nagyon szépen köszönöm, muszáj, hogy egy 15 percet... Tehát az hogy nem várható el, hogy itt negyed óra alatt valaki megértse a krízis tényezőit a pénznek, többek közt azt, hogy a legfőbb krízis tényező az a kincsképző funkció, amiben ugye megtakarításokat akarunk kimenteni a rendszerből. Kriptóba, aranyba, bármiben. Mint látható, ez a legnépszerűbb itt is ebben a teremben. Ez egy krízis tényező, kérem szépen. És amit te mondtál, az eljövendő gazdaság, ami egy szeretett alapú univerzumnak a gazdasága, abban nem lesz megtakarítás, nem lesz kincsképzés, és az, hogy megértsétek azt, hogy abban a rendszerben, abban a pénzrendszerben, amit mi alapozunk meg, egy olyan gazdaság lesz, amiben nincs kincsképző funkció, azért, mert a társadalom összes szükségletét a társadalom folyó teljesítményéből kell finanszírozni, ami fölött senki nem gyakorol monopóliumokat. Ez nem várhatom el, hogy ma este itt megértsétek, mert ehhez nekem évekbe telt. De amit te elmondtál, az jogos elvárás, és nem morális alapon, mert ez a pénzrendszer strukturálisan így tud működni, hogy ebben megvalósul a konkrétan, strukturálisan a krisztusi szeretet, amikor én másért dolgozom, és az én szükségletem másoktól állomlik vissza, szemben a mai gazdaságban mindenki magának kapar, hogy a saját biztonságát megteremtse, amit elvesznek egy pillanat alatt. Ezt akarom, hogy csak megérezzétek, hogy ebben van megismerésre való feladat, és ez az év, ez bele fogja verni az orrunkat, és abban meg fogjuk érteni, hogy az univerzumban mi a gonosznak a feladata. Mert a gonosznak ez a feladat, hogy ébresszen, és amíg nem ébredünk föl, addig nyakunkba jön egy krízist. Akkor talán fölébredünk, ha nem, akkor még mélyebbre nyom le. És most a gonosz előttünk rombol le mindent, a jelenlegi intézményrendszer letakarítja, lerombolja, és ha nem rakunk helyére mi egy újat, akkor ő fog rakni a helyére egy újat. Az már, az még olyanabb lesz. Az rosszabb lesz, mint a kommunizmus meg a fasizmus együttvéve. Pont. Köszönöm. De örülünk neki, hogy végül is akkor van egyfajta egyetértés és konszenzus. És abban is legyen, hogy 12 perc van.